Hello, hallgatók, szervusztok! Jó estő. Hogy vagytok? Hogy vagyunk? Hogy vagyunk, Kedves annak. hallgatók! <laughs> a doktor hallgató! Ketten vagyunk jelenleg a stúdióban, mi vagyunk most ketten a Hotel Végtelen, név szerint. Jó estét, MG vagyok, és társam, tanult társam, és figyelmező társam, Biora. Vilma igazoltan távol van. Így van, jövő héten, héten kaphatok belőlem, ma, most nem. Ismétlés, mikor van, Gábor? Szombat Korsan. este, 10 órától éjfélig, ugyanezen a frekvencián akkor ne írjatok, mert ő sem reagálni nem fogunk rá. Sőt, hívjat, ne is hívjatok, mert azt se fogjuk felvenni. Most viszont mind a kettőt lehet bátran, mondok elérhetőségeket, SMS számunk a 70-es 7060 telefonszámot, azt most nem én mondom. Interpretálom, 061 35 39 -451. ezen a telefonszámon, ha halaszhatatlan mondani valótok van, akkor hívhatok, természetesen megválogatjuk, hogy mit veszünk fel, hát ez egyértelmű. Exponálom a honlapunkat, ez a hotelvégtelen.hu, illetve a Facebookon is hotelvégtelen néven találhattok meg minket. Exponáltad? De exponáltam, az ismétlést elmondtad, az elérhetőségeket elmondtuk. Mindent um, De hogy lehet az, hogy most ilyen gyorsan az elején, ezen túl vagyunk, régebben pedig 10-20 perc, amíg Na szóra. figyelj ide, mert amikor Vilmával hárman vagyunk, ugye egy étterembe beülnek és hárman esznek, akkor három adagot kell megcsinálni, Jóval több idő. Most ketten gyorsabban elmondtuk, hárman lassabban megy. Mert uh -huh. hát érted? Logika van benne. Semmi más, tiszta logika. Értem. Hát akkor hamar rátérhetünk arra, hogy mi lesz a mai műsorunk témája, Gábor. A mai műsorunk témája végül is szó szerint véve a céltalanság lesz, de azért ezt ne vegyük ilyen tragikusan, mint egy ilyen lengyel filmdráma 80-as évekből, hanem célok, céltalanság és a célokat ne úgy vegyük, hogy most valakinek az a cél, hogy miniszterelnök lesz, vagy mit tudom én, doktor, vagy valami ilyesmi, hanem hogy általában a magánéletben, emberi kapcsolatokban, munkahelyeken vannak céljai az emberek, és nem is olyan fontos célok. Mit tudom én, az a célja, hogy, hogy hosszú haja legyen, vagy kigyúrja magát, vagy sovány legyen, vagy kövér legyen, vagy becsajozom, vagy bepasízzon, Tehát ilyesmi célokról beszélünk, illetve ezeknek a céloknak a az elérési módjairól, illetve hogy nem lehet elérni bizonyos célokat. Így vitaindítónak egy provokatív kérdést írtunk fel az aktuális műsor témájához kapcsolódott cikkben a honlapra, ami így szól, nem tudom, provokatív hang nem van? Van, van Tehát ilyen magasabb? Nem, egy kicsit olyan agresszívebbre próbál. Jó, hát igyekszem. Igaz-e, hogy? Na, kedves hallgatók, hát szerintetek igaz-e, hogy... Az, akinek nincsen célja, és tudja, hogy nincsen célja, az szabadabb, mint az, akinek van. Ez elég egyszerű kérdés volt. Most ezt olvasod, provokatívan. Nem tudom felolvasni, te csak. Na, kedves hallgatók, igaz-e? Hogy akinek nincs célja, és tudja, hogy nincsen célja, az szabadabb, mint az, akinek van. Igen. Ez nem válasz volt, ez a kérdés. Én magamban tudok róla, tudok rá, tudnék rá válaszolni. És lezen. szerintem igen a válasz. Szerintem is igen a válasz, hogy miért ezt majd kifecsegjük a műsor alatt nem biztos, hogy ez a, ez a szabadabb, ez jelen esetben pozitívabb jelző, de mindenképpen. Én azért mondanám, nem, hogy nem annyira kötött. Jelen esetben azért pozitívabb, mert hogy a kitétel tartalmazta azt is, hogy ez a valaki tudja, hogy nincsen célja. Tehát tisztában van vele, hogy nincsen célja. Van, aki nem tudja, hogy nincsen célja, hanem egész egyszerűen nincsen neki, és csak úgy él érdekében. Ami nem bűn? Egyáltalán nem, nem, nem ezt bűn. mondom. Csak hogyha valaki tisztában van azzal, mondjuk 22 évesen, hogy a statisztikák szerint még hátra van neki 50, és uh, semmilyen célja nincsen, igyekszik normálisan a törvényeket betartva élni és jól érezni magát. Ez lehet egy baromi nagy ajándék, Bakosan. ez a tudat. Illetve akinek vannak céljai, az sem rossz, sőt, kifejezetten jó dolog az. Pusztán az a kérdés, hogy ezeket a célokat milyen áron próbálja elérni. Ha, ha olyan áron, hogy mindent és mindenkit le, lekönyököl, lezúz, leköp, el, az útjából, mert neki ezek a célja vannak, és meg, meg, kell, hogy valósítsa őket, illetve úgy érzi, hogy meg kéne valósítani őket, az nem pozitív dolog, az, azt hívják könyöl, könyöklőnek, törtetőnek, vagy, vagy agresszívnek, vagy erőszakosnak. Azért a célok elérése sem mentesít bizonyos kötöttségek alól, amiket illik betartani. Az olyan embert, aki tényleg a célja érdekében mindenki és mindenkit félre rúg, meg, meg fellök, meg lepök, az bizony nem pozitív dolog. Hát igen, meg hát milyen cél az, aminek a, a végére így lehet eljutni, hogy, a, hogy ilyen eszközökkel? Hát sajnos a legtöbb cél áldozatokkal működik, ez kétségtelen. Legalábbis a célok ez bizonyos fajtái. Függ, ez attól függ. Mert hogyha mondjuk neked egy olyan elvont célod van, hogy szeretnél egy új művészeti ágat kitalálni, akkor ott egyik nap lehet, hogy kipattan az ötlet a fejedből, és akkor megszületik az új művészeti állat. kinek ártottál a senkinek? Ö, nem, nem. Van olyan cél is, aminek az áldozata én magam vagyok. Tehát ha én kitalálom, hogy én most egész extrém példa nyitok egy, egy dohányboltot, csak mondtam egy példát. Hát ez tényleg extrém. Hát az lenne. No, akkor nekem ezen ez a cél eléréséhez először is pénz kell. Tehát sok pénz. Amit valahonnét, ha lenne ennyi pénzem, akkor máshonnét kéne elvennem. Ergo saját magam károsítom, és saját magamon gázolok keresztül, mert mit tudom én, nem adok azoknak, akiket szeretek, meg nem költök ö, olyan dolgokra, miket, ö, amikre költeni kéne, hanem egy cél lebeg a szemem előtt, hogy ennek a, a dohányboltnak az ára mindenél meglegyen, vagy az az összeg, ami kell hozzá. Tehát kvázi áldozatot hozol. Val... Tehát áldozatot hozok, tehát én magam vagyok az áldozat, és lehet, hogy olyan dolgokat... Ö, nem szerzek meg magamnak, amitől szép lenne az életem, vagy legalábbis szebb lenne. De mondjuk, hogyha neked tényleg ez a fő célod, és azt megvalósítod X áldozat árán, akkor te utána boldog leszel. Még akkor csak az sem biztos. Az sem biztos, de elképzelhető. Valószínűleg boldog leszel, hiszen ez volt a célod, és megcsináltad az a tré, amikor nem vagy boldog, és akkor rájössz, hogy elpazaroltál 12 évet. És erre meg csak, meg csak akkor jön az ember, amikor már elpazarolta, és rájött, hogy kutba dobta az egészet, és szart sem ér, amit ez a rossz. Na, csak vagyunk a véleményetekre, légy meg a Facebookon keresztül, illetve SMS-ben, és akkor most ezek közül fogunk szemezgetni, amik az adás előtt jöttek. Azt mondja Zabos, hogy szerintem olyan, hogy céltalanság nincsen, mivel ha tényleg nincsen az embernek különösebb célja az életben, annyit legalább akkor is tud, hogy kéne kezdeni valamit magával, ami már egy cél, ha meg azt tudja, hogy nem akar csinálni semmit, csak egész nap otthon fetrengeni, az is felfogható egy célnak. Hát mondjuk szerintem van olyan, hogy céltalanság. Nem, azt úgy mondjuk, hogy rövid távú céljai vannak az embernek. Tehát reggel fel kell valaki, és azt mondja, hogy ma elmegyek és becsajozok, vagy bepasizok. Ez egy rövid távú cél. Ez nem az életét fogja meghatározni, nem is az elkövetkezendő két hetet, meg két évet. Ez egy rövid távú cél, hogy ma estig kéne egyet töcskölni. Aztán nem sikerül, nem sikerül, akkor az a cél reszel. De aztán úgy útközben út eszembe eszébe jut, hogy mégsem, hanem az a célom, hogy egyek egy fagyit, akkor... Oké, okay, csak mondjuk ilyen dolgokat azért célnak behozni marhasság, mert akkor ilyen értelemben az én minden napom is céltól célig tartó haladás, például, hogy ez ne meg. Van. Ez így van. Na igen, de aki céltalan, akkor ez innentől fogva viszont tényleg szabad. Hát az ül otthon és gondolkozik, hogy mit csináljunk. Hát mindegy. Majd ülök, aztán eszembe jut valami. Ez is egy nagyon jó dolog, és én ezt sokszor üztem annak idején, tehát nem foglalkoztam vele. Ugyanis az ember életében annyi kötöttség van a munkahelyén, az iskolában, meg minden. Állandóan be kell osztani az idejét, a céljait, a, a napi rendjét, hogy néha ajándék az, hogy az ember ücsörög, és azt mondja, hogy hát, ha kell egész nap fetrengek, ha kell, akkor felkelek és szaladgálok, tök mindegy, ez is egy cél. Mondjuk azért azt szögezzük le itt a műsor elején, hogy nem kell beijedni, tehát nem lesz ilyen filozófikus ez a műsor, csak így a bevezető a dolgok, tehát, persze, hogy, hogy lássátok, azért... miről van szó. Igen, és akkor utána majd kirakjuk a 18-os karikát. No, elmegyünk zenélni, és egy, egy premier következik most abból a szempontból mindenféleképpen, hogy akik minket ismernek, tudják, hogy zenekarok felkarolásában ott vagyunk a toppon. Emlékszel bizony, arra, bizony. arra a lányra, aki zenész akart lenni, és elhajtottad a fenébe, mondtad, hogy neked nem fog sikerülni semmi. Igen, nem ki van, ki valami furcsa neve volt ami Lady Gaga, aztán Amerikai. Ja igen, 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 Teh igen. Tehát azért van te érzékünk a volt. ahhoz, hogy, hogy ki az, aki hát nem tudom, mi lett velőle. Én sem amerikai mit? híreket nem olvasgatok. Nem vele. De most nem lédig Gaga következik, hanem egy, egy, magyar együttes, még az a Summertime az együttes neve, és róluk fog Gábor egy pár mondatot szólni. Hát annyit tudunk róluk, hogy az egyik tagjuk hallgatónk, és megtárgyaltuk ezzel a fiatalemberrel, hogy elég fiatal srácok, hogy egy premier számot itt lepörgetünk a műsorban, őket megtaláljátok a Facebookon Summertime néven, mint együttes. A zenéjüket mi nem De Szerintem barom jó. kategorizáljuk be, nem tudjuk szerintem milyen stílusba, mindenki hallgassa meg, ha tetszik, keresse meg őket, mi megtettük a maximumot, leadtuk egy számukat, szerintem jó. Szerintem is jó, és srácok, hogyha tényleg híresek lesznek, és, és megy majd a szekér, akkor ne feledkezzetek meg rólunk, szerintem. szegény öreg rádiósok. Úgy, úgy. A következő műsorszám epilepsziás rohamot vagy deviáns viselkedést okozhat. A mellékhatások tekintetében kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Itt vagyunk is, veletek, folytatjuk zen és magazin műsorunkat a Hotel végtelentés és az SMS-eitekkel folytatjuk, ugye a mai műsorunk témája a céltalanság, mint olyan... Illetve célok ezt is vegyük hozzá. Persze vegyük hozzá, 70-es, 70, 60, 9, 9, az SMS számunk, és nézzük, hogy miket írogattatok nekünk. Viola, a provokatív hangnemedre azt hittem, Kálmán beszél. Fura ez a céltalanság, tehetetlenné válik tőle az ember. Pán kérte, ez tehetetlenné. Hát van, aki úgy fogja fel, hogy a, és ezt mondjuk az idősebbek, tehát a szülők szokták belesújkolni az emberekbe, hogy ha nincs célod, akkor, akkor végül is egy, egy senki vagy egy tehetetlen, meg, meg mit tudom én. Sőt, akkor itt meg is jegyezném, lehet, hogy most sok gyakorló szülőnek a rokon szemvét elveszte, majd volt valaha. Amikor egy 13, 14, 12, tehát ilyen tényleg gyerekkorú embernek elkezdik súlykolni, hogy a te célod az legyen, hogy tanulj, hogy ezt és ezt tanul, tehát egy mérnök, orvos, filozófus, marketing menedzser, teljesen mindegy micsoda, és kegyetlenül nyomják a gyerekbe bele, és, és várják, hogy ezt a gyerek el is fogadja, ez egy hatalmas hülyeség. Egy tizen, tizenéves ember nem tudja ezt felfogni. Ha csak nincs elhivatottsága, hogy ő, Viorával ezt adás előtt beszéltük, hogy ő már öt éves korában tudja, hogy pilóta lesz, és akkor ezt végigviszi egész életében, egy nagyon szerencsés típus. Ezt így nem lehet. Tehát, hogy egy gyerekbe súlykolni, hogy ez a célod, ez a célod, és ezért tanulj és áldoz fel mindent, és stb nem fogja megérteni, hogy miért van erre neki szüksége. Persze 30 évesen meg fog érteni, ha nem csinálta meg, hogy miért kellett volna megcsinálnia, de vagy ez sokkal ügyesebben kéne csinálni. És többnyire ennek szület. az a vége, hogy vagy direkt betart, és, <laughs> és akkor kényszámbadás lesz mindenkinek, vagy pedig az, hogy elfogadja, behódol, csinálja a hülye edzéseket, vagy mit tűn, bármiket, amire semmi kedve nincsen, semmilyen kiemelkedő eredményt nem fog elérni, mert nem érdekli. Tehát egy átlagos, Csak az idejét cseszik el. Egy Neki átlagos ember ezt, aki sok mindenbe igen, igen, tehát ez tényleg egy, egy, egy hülyeség. Sem nem is tudom, hogy ezt így hogyan kéne tanítani, úgymond a szülőknek. Nem ezt? nem lehet tanítani. Vagy megmondani, vagy, vagy eljutatni. Megsértődnek. Vannak. Egyébként kétfajta szülő van. Az egyik, elém, és akkor sértődnek. Az egyik, hogy Őt is, így, őt is így fogták, lehet, hogy neki is totál szar volt, de úgy gondolta, hogy ha neki megérte, akkor az ő gyerekének is megéri, illetve ő nem kapott semmiet, és úgy dönt, hogy az én gyerekem bezeg meg fogja kapni, mert lesznek céljai. Ismerek egy jó pár szülőt, aki azt mondja, hogy hát ezért meg azért nem tudok ide meg oda menni, mert kedden a gyerek szertornára jár, szerná, hegedű órára, hegedű órára csütörtökön kempó karatézik, pénteken úszik, Csempo, így mondjuk. csempózik pénteken úszik, szombaton lovagol, vasárnap kirándul, meg, meg jogázik, meg mit tudom én. Tehát ez mind cél. És megkérdezi, hogy végül is mi lesz a gyerekből? Csempós, vagy, vagy jogás, vagy lovász, vagy micsoda? És mondta, nem, 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 sok mindent csináljon, mert mindennek hasznát veszi az életben. Ez egy nagyon szép cél, hogy a gyereket kiképezik polihisztorrá, és akkor csak pusztán elveszük a gyerekkorát, elveszik a szabadidejét, elveszük a barátait. És nem minden lesz állás, fog utálni, szerintem, szerintem Még sem. amit maga választott volna, de nem ő választotta, azt is meg fogja utálni. Tehát lesz belőle egy, egy, ember, aki utálja a lovakat, aki nem szeret jogázni, nem és szeret És aki csempozni. szerintem jó esélye döntésképtelen, hiszen mindig helyette döntött. Pontosan. Tehát akinek a, aki nem maga döntél a céljait, az, az igazából a döntésképtelenséggel kokettál. Jól mondtam. Azt lehet így, Jól mondani, mondtam. így van. Köszönöm. A döntésben, illetve a célok elérésében a szülőknek maximum annyi a feladatuk, hogy megpróbálják Mutassanak rávezetni. Mutassanak lehetőségeket, égen. és majd perspektívákat, fog. és bízzanak benne, hogy a gyerek agya működik olyan szinten, korának megfelelő szinten, hogy tud választani. Ez a pályaválasztás is vonatkozik természetesen. Hát vagy Osannak megfelelő szinten. És, <coughs> vagy minek? Osan. Mi mit mondtam? Kora. Köszönöm. Na, a humor, ugye? Én itt vége a filozofikus résznek, nem a bajgatjuk tovább a szülőket. És én az igazi műsor. És most ide belecsapunk a brébe. Jó, biztos. Na, kérem szépen, üzenetek következnek, azt mondja, hogy ezek szerint én vagyok a mai témaszól a következő. Se célom, se semmi. Vagyok, vagy nem az is mindegy, sodródom már egy ideje, nem feltétlenül vagyok szabadabb, mint más. Aztán a következő, Várjál, még maradjunk ennél. Maradjunk. Azt nem feltétlenül vagyok szabadabb, mint más. Az, hogy valaki úgy érzi, hogy nincsenek célja, és sodródik az árral, ez valamilyen szinten egy életkori sajátosság. Tehát nagyon sok ilyen tizenéves ember felteszem a levélíró is, tizenéves vagy 35 fölötti. Ez a két verzió van. Tehát ő is olyan, hogy úgy érzi, hogy most nincs célja, meg csak sodródik, meg csak a barátaival lóg, és semmit nem csinál. Nem szabad ezt ilyen drasztikusan menni, ugye? Bizonyos korban a cél az, hogy az ember minél több ellennemüt megcsípjen és, és mindenféle kapcsolatokat létesítsen vele, belétve az undorító, fröcsögös, taknyos szexualitástól kezdve az érzelmi kapcsolatig. Ez utóbbi egyébként nem függő, tehát a, a nők céljai közt, amiket uh, úgy ismerünk, leginkább a, a kapcsolatok érzelmi és, és uh, egzisztenciális háttere szerepel, mint cél, a férfi meg csak dugna, mint a nyúl. Tehát, most, Tisztelt a kivételnek, de kivétel nincs. Tehát bizonyos korban nincs kivétel. Ritka az a 16, 17, 18 éves srác, aki abban perspektívában gondolkozik, mikor egy nőt leszolít a körúton, hogy milyen szép családunk lesz, milyen jó fogunk együtt élni, hogy fogunk együtt utazni a Balaton, és de jó lesz otthon a vasárnapi ebéd. Kizár dolog. A nőt látja, a seggét a mellét kész, ennyit lát belőle. Nem, nem a sajátját? Hát igen, lehet, hogy a sajátját is, de az már jó nagy ez a megírta az sms hogy 23 vagyok, nem ő. Ugye mondtam. Mert én több. Ugye mondtam. Hiába uh -huh. <laughs> <laughs> nem hibázni. <gül> <gül> két éve nincs kötöttségem, célom semmi. A nagy szabadságban mindig csak tervezek, mit kéne tenni, de csak az idő megy. Ha levolnék kötve, cselekvő képesebb lennék. Igen, egyébként... Van olyan, vannak olyan emberek, akik nem igénylik úgymond ezt a céltalanságot, majdnem szabadságot mondtam, de valójában ezt a nevezzük céltalanságnak, van aki, aki unatkozós típus. Ja. Tehát aki nem tud otthon lenni egyedül, hogyha nincsen teendő, hanem akkor csinál magának valamilyen programot. Ez ismét a nőkre jellemző valamilyen szinten. Például nagyon sok nő, amikor otthon van és unatkozik, akkor takarítgat hogy ezt utána meg panaszkodnak, hogy hát mindig én takarítok. A kutya sem mondja nekik, hogy takarítsanak, de takarítanak. És van köztük természetesen, aki a szemére a másiknak, hogy én éjjel-nappal takarítok, te meg nem csinálsz semmit, csak heverészel. Míg a nőnek is joga lenne heverészni egész nap, tehát nem ugrik el az alakás, nem emeli fel a csótány a parkettát, tehát nem kell éjjel-nappal takarítani, de ez például egy cél lehet. Az unatkozó emberek általában azt hiszik magukról, hogy nincs céljuk, dehogy is nincs, csak csak jól érzik magukat. Csak jól érzik magukat, és ezért nem, nem követhetjük meg őket. Pontosan. Abszolút nem. Én lehet, hogy most a el. Engem a külvilág lustának tart, de én, én, é, igen, én igen. nem érzem magam lustának, hanem megadom a módját. Tehát mondjuk így <suk> <suk> megélem minden pillanatot, még azt is, amikor nem kell valahova rohanni vagy dolgozni, hanem én szeretek ott soha nem unatkozom. Tehát a, a, a pillanatnak élsz. Hát ezt így nem mondanám, ezt viszont, ebben a viszont szeretek nem. pihenni. <laughs> mert fáradt a tested, én megértem ezt. Hát melyikünk nem az? Tehát nincsen benne semmi hát, gond. Vannak, akik, akik nem nem tudnának otthon lenni egy fél napot, úgyhogy ne legyen valami program. Na de úgy őszintén, gondoljunk bele, van egy átlagos, mondjuk legyen 23 év körüli ember, nem tudom, gondolom, tanul, vagy vagy dolgozik két. vagy nem csinálja egyiket sem, de ez a hát harmadik verzió. Szerintem, szerintem azért nem csinál egyiket sem, mert azt írta, hogy se célom, se semmi. Hát, Vagyok ő... vagy nem, az is mindegy, sodródom nem már egy kicsit ideje, depressziósnak tűnik ez a... És nem feltétlenül vagyok szabadabb, mint más. Na de, akkor vegyük alap. Él, él. Van enni valója, van. Lakik való, lakik. Tehát azt nem firtatom, hogy van-e partnere, vagy nincs. Hát tegyük fel, van, vagy nincs, ahogy sikerült. Milyen célt akar még egy ember? Most nem azt mondom, hogy nincsenek ezen kívül célok, de, de mi az a cél, amit most magunk elé ki kell tűzni és haladni? Igen, tehát ez nincs, egy pici nincs. cél. Egy a cél nem hogy legyen. Kvázi idézőjelben és a pozitív értelemben, de alantasabb cél, hogy, hogy meggazdagodni, vagy pedig valamilyen nemes cél, hogy egy ügyet segíteni, vagy, vagy micsoda, mert ezeket lehet pihenve. És úgy ezeket csak pihenve lehet, szerintem. Tehát, hogyha valaki filozofikus célt tűz ki maga elé, akkor azt nyugodtan lehet pihenve. Ha meg valaki gyakorlatít, akkor azt meg csinálja, és ne elmélkedjen róla. Hát pontosan, tehát ha valakinek nincs gyakorlati célja, akkor ő miért panaszkodik? Tehát ez nem, nem semmi gond nincs ezzel. Éli az életét, ahogy tudja, nem biztos, hogy napról napra, valamilyen szinten él, valamit csinál, vagy nem csinál, teljesen mindegy, gyakorlatilag az életfunkciót fent tudja tartani. Tehát nem mondhatjuk, hogy éppen halálán van. Most az, hogy erővel tűzön ki maga elé valaki egy célt, hát minek? Hát az, 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 az... most gondolkozom napokig, hogy akkor milyen célt lehet, kéne ö, ö, nagy dilemma, hogyha hogyha az ember, és ez inkább tényleg a fiatalabbakra jellemző, akar egy célt magának találni. Tehát uh, tényleg szeretne valamit elérni, csak még maga sem tudja, hogy micsodát, és görcsösen gondolkozik, hogy, hogy mi legyen belőle. Többnyire ez a pályaválasztásnál jön elő, hogy hová menjek tovább tanulni, tovább szeretnék tanulni, de mi legyek? Hát pontosan, ez honnét tudna egy 14 éves ember, nem tudja. Ilyenkor ez Viora bácsi tanácsa a kedves <sínt> hmm. hogyha valaki ilyen cipőbe jár, akkor menjen el dolgozon egy évet, és lesz ideje kitalálni, ne be az első felismára, mert uh, csak saját magával tol ki. Nyelveket segít rá gondol. Hát, persze, a persze, nyelvtanulás persze. az lehet egy általános cél, mert anélkül azért nehéz boldogulni, de még ebből se kell ügyet csinálni. A, a rosszabb kategória az, mikor az ember kitűz maga elé egy célt, valamit, és ő nem veszi tudomásul, hogy totálisan alkalmatlan annak az hát, elérésére. Lehetetlen a cél. A, még ez nem is törvényszerű, mert általában nagyon lehetetlen cél, ha mondjuk ha csak nem azt tűzi, hogy ő lesz az amerikai elnök, akkor, akkor ez nem annyira lehetetlen de olyan cél tűz ki maga elé, ami, amire ha, ha bárkit megkérdeznek, azt mondanák, hogy nem nyugodtan felejtsd el. Elmegy a sász, mondjuk sportolni, mondjuk úszni. Hát körülbelül úgy úszik, mint egy elfusarált teve, tehát úgy kapálózik a vízbe, meg fulladozik minden, de azért hogy becsületesen lejár redzésekre, és szívósan küzdés, küzdés, úszik, és Hát persze mindig utolsó, mire beugrik, a többiek már végeztek a távval, de ő kitűzi, hogy úszó bajnok lesz, vagy mit tudom én, valami hasonló kategória. Lehet ezt évekig csinálni szívósan, és, és küzdeni, hogy most én úszom és lejárok edzen, és egyszer meg lesz az eredménye, le kell, hogy hangoljam, nem lesz meg az eredménye. Ha valaki botfülés és kappa hangú, az kitűzheti magának célnak, hogy ő lesz az ország legjobb énekese, nem lesz az soha. Csak tudomások kell hogy vannak lehetetlen célok, ő... amiket számára lehetetlen célok. Mondjuk ezzel annyiból szállnék ringve az utolsó példáddal, hogy ha mondjuk nem tud énekelni és énekes szeretne lenni, akkor ez megoldhatja okosba. Hát, hogy megasztáros lesz. Nem. Hanem mondjuk gondolj itt a pánkzenészekre, akik Igen. nem azért, nem arról híresek, hogy olyan baromi jó Há, nem tudnak énekelni, de mégis, mint zenészek, ismertek lettek, mert egy teljesen új hullámot, egy új stílust hoztak a zenébe. Tehát mondjuk így ez lehetséges. Az úszó példa az elég jó, mert hogy tényleg, hogyha valaki egy olyan sportot óhajtűzön, mert semmi tehetsége nincsen, akkor, uh, akkor az rossz, viszont feltételezem, hogy az edző, vagy a szülők, vagy jobbarátok idejekorán szólnak nekik. Szerintem nagyobb tragédia, hogyha, hogyha ő azt tűzi ki magának, hogy mondjuk olimpiát fog nyerni, mit tudom én, bármilyen sportban, és folyamatosan ott van a, az első tízben, de inkább a 7 8 9 -dik. Tehát Azért ott nagyon van nagyon szép eredmény. Nagyon szép eredmény, de hogyha neki ez a happy, hogy olimpiát nyerjen, és mindig, mindig lesz nála jobb, tehát nem a legjobb, hanem hogy a második vonal elején. Ugye a, jó, jó a, az nagyobb van. tragédia, mint hogyha. Hát az nagyon az azért élet nagy tragédia, mert az ember egyelőbb-utóbb tényleg depresszióba esik, hogy megtesz bármit és küzd, mint a barom, és él, az egész életét erre dobja rá, és mégsem lesz soha. Van egy pont, aminél mindenféle célnál észre kell venni, hogy ennyi. Idáig jutottunk, ez a maximumot el tudtunk érni, ilyenkor a célt módosítani kell. Tehát azt mondani, hogy benne legyek mondjuk az ország 10 vagy 15 legjobb úszója között, és akkor benne vagy. Hát nem kell be az olimpiára kiugrani nevetséges. Hát mi, mi, akartunk mi valaha menni az olimpiára? Az olimpiára nem, viszont emlékezz, amikor mi elkezdtünk rádiózni, egyetlen egy célunk volt, hogy egy faszam műsort csináljunk, és ez meg is valósult. Utána jött a következő cél, hogy hogy szerepeljünk ezzel a műsorral a, az országos rádió műsor találkozón, és ez is megtörtént. És tudod, hogy az ember eléri a céljait, mindig kitalál egy újabbat. Igen. De lehet, hogy ezt nem kéne. Most mi a célunk? A személyzet stílusáért a Hotel Végtelen vezetése nem vállal felelősséget. Kérjük, legyenek elnézőek. Csak a munkájukat végzik. Itt vagyunk ismét veletek, folytatjuk a Hotel amit ketten vezetünk ma este. Uh, SMS számunk 70-es 70 60 995. Telefonálhattok a... A telefonunkra. <laughs> 35 39 Aki nem jegyezte meg, az ne is hívja. Így van, így van. Na, kemény nem, világban keményen, nem szarozunk. A mai műsorunk témája a céltalanság. Várjuk a hozzászólásokat. És a célosság. A célosság. És így van a Facebookon is, lehet nekünk írni üzeneteket, és azt hiszem, hogy jött is egy, megnézem, hogy a műsor témához kapcsolódik-e, Huli írta, hogyha jól látom. Igen. Azt jelenti, hogy akinek nincs célja, az leginkább csak sodródik az életben. Akinek van célja, az tereli az életét, és azt csinál, amit szeret, tehát szabadabb, vagy csak annak érzi magát. No de álljunk már meg egy pillanatra, itt egy szóra kérhetném szépen, én nem nyugi. vagyok tájárás talpas, mondaná Besenyő István. Hallgatóknak felhívom a figyelmét, hogy milyen szenzációs a színész. Nagy parodista vagyok egyébként. No tehát, vegyük fel, van egy átlagos ő, ember, 30-as éveiben, feleséggel, családdal, lakással, gyerekkel. Itt dolgozik, szépen van egy normális munkája. feleségének is van egy munkája. gyerek tanulgat, és élik az életüket zokogva kérnem, neki mi a célja? Hát nem mondhatjuk, hogy neki van valami célja. Hát a célja az, hogy megmaradjon a munkahelye szépen dolgozzon és éljen normálisan a családjával. Ezt ne hívjuk már célnak. Hát az, hogy az ember az életét normálisan szeretné élni, ez nem egy cél. A cél az, ami valami olyan, ami eltérő a. Tehát azt, azt nem lehet mondani hogy egy ember, aki bejár a munkahelyére és, és, keres viszonylag normálisan és fenntartja magát és a családját, az egy, az egy sodródó ember, de hogy is sodródik, ez egy teljesen normális élet. Igen, tehát mondjuk nevezhetjük esetleg sorvezetőnek a, a célokat? A célok, én azt nevezném célnak, ha valaki valamiféle radikális sorvezető vagy. Sorvezetőnek mit nevezel? <laughs> amit mellettezünk, hogy ne írjunk kacskán. Tehát ha valaki radikális vagy, mondjuk akár kevésbé radikális változást szeretne az életében elérni. Az cél. Vagy, vagy valamit megtartani, vagy valamit megszerezni, vagy valahova eljutni, az egy cél. De ettől még a hétköznapi élete nem kell, hogy megváltozzon. Hát zakogva, sírva patakokban folyik a könnyem, úgy kérdem. Hát miért lenne ez kallódás, meg hányódás, meg sodródás? Mindenki azt hiszi, hogyha valakinek nincs kitűzve az a cél, hogy, hogy vezérigazgató leszek, veszek magamnak egy lamborghini vagy elutazom a bora, -Bora, -Bora akkor annak meg nincs célja. Hát dehogy nincs célja. Az a célja, hogy, hogy élje normálisan az életét, és ha adódik valami lehetőség, amiben esetleg célnak lehet tekinteni, akkor arra lecsapja, mint a gyöngyúk, a meleg takonyra, ahol ezt vidéken szokták mondani. Ez, ez nem, nem sodródás. Tehát nehogy ma az így e sok hallgatónk, akik most esetleg megzavarodtak, hogy most nekik nincs céljuk, mert nem tűztek ki valami etalon maguknak. Dehogy nincs. Van. Etalond, így mondjuk? Italén. Italén. Olasz szó. Tehát benne is. Italino. <laughs> Na, üzenetek, azt mondja, hogy nekem van célom, csak az a baj, hogy nem tudom rávenni magam, hogy tegyek érte valamit, pedig mindig elhatározom magam, hogy csinálok érte valamit. GM a GM, hogyha nem titok, légy írd már meg, hogy mi a célod, és ez uh, tulajdonképpen minden hallgatónak szól ez a kérés, hogy írjátok meg, hogyha van célotok az életben, úgymond, akkor, akkor mi az a cél? Bármilyen uh, uh, anyagi célt is várunk, hogyha, hogyha anyagi vagy... Uh, vagy egyebet, hogyha egyéb. Megjegyzem, ö, azt nem tisztáztuk valójában, és nem is fogjuk, hogy ö, ha valakinek van célja, de nem tesz érte semmit, az alam, Nem, van célja. Hát azért nem tesz érte semmit, az Le egy Lehet Lehet egyébként, hogy olyan cél van, hogy nem tud érte tenni, mert mondjuk ö, mondjuk szerencse hozzá. Hát vagy bármi, vagy valamit csinálni kell érte. Teszem azt. Én most eldönthetem, hogy nekem lesz egy, mit tudom én, egy ferrari -n te nem fog érte semmit tenni. Viszont van egy célom. Hát mi a célod? Kérdeznék a rádió műsoron, mondom, hát szeretnék egy ferrari és mit tesz érte? Ja, semmit. Az a célom, de nem teszek érte semmit. Ettől még nem vagyok céltalan, mert ugyanúgy élem az életem tovább, mint ahogy idáig. Csak, csak gondolkozni, ő... hogy jó lenne szóval egy az a célt azért ne keverjük azzal, hogy a cél az, az ami, amiért megállás nélkül küzdünk, mert akkor az, az fanatizmus, és az már semmiben sem jó. Azt mondja, hogy a különbség, akinek van célja, az kitűz maga elé valamit, és arra indul, aki céltalan, az a szembejövő lehetőségekkel él csak, plusz ösztönök a 23-as. Én egyetértenék ezzel, hogy ha csak szót kivennénk belőle. Igen a szembejövő dolgok azok általában lehet, néha jö, sokkal jobb célok, mert, mert legalább van valami realitás, mert egy odáig, Így van, azon, addig hogy... éltél normálisan, és, és van valami realitása, mert ha szembejön és te még le is tudsz rá csapni, akkor a közelebb vagy a megoldáshoz, mint az esetleg az előbb vázol dolog, hogy én, én mondjuk elhatároznám, hogy szeretnék mondjuk, mit tudom én, Paul fitness sportoló lenni, ez ilyen hölgyeknek való dolog, ilyen rúdon fölmásznak, és akkor nagyon nagy erővel tartják magukat sem nő nem leszek, sem felmász, nem tudok a rúdon sem tartani magam. Tehát lehet nekem ez a célom, és én azt mondom otthon elégedetten, hogy holnaptól azon vagyok, hogy polfitness bajnok legyek. De még csak a rút közelébe sem megyek. Tehát ez, ez nem jött szembe, ezt én kitűztem magamnak. Viszont, ha megyek az utcán, és szembe jön velem egy ember, és azt mondjuk mondja, Akár, de embert mondtam. Tehát egy másik ember. meg és azt mondja, figyelj, jó magas, hogy nem jössz kosarazni, pont ilyen játékost keresünk. Szembe jött a lehetőség, én most akkor eldöntettem, hogy ha már ő alkalmasnak talál engem valószínű edző, vagy valami hasonló, ha én ne próbáljam meg. És akkor azon túl lehet az a célem, hogy én nagy kosaras legyek, de a szembe jött, tehát én nem kitűztem magamnak egy méter magasan, hogy én leszek a bedobója a Chicago Bullsnak. Hát miért lennék az? Nagyon érdekes üzeneteket kapunk. Továbbra is várjuk, hogy írjátok meg, hogy milyen céljaitok vannak, és hogyha szeretnétek felkérni minket zsűrinek, hogy pontozzuk ezeket a célokat, mi megtesszük. Finomabban, mint Pozsér Robi, de azért nem finomabb. Igen, azt mondja, hogy, azt mondja, hogy rockstar akarok lenni, négy gitárom van, 13 vagyok, ezt Drenor írta. Az király. Ez király egyébként, ez tényleg jó. jó. Ez tényleg jó, csak um, itt vajon az lenne az elérhetetlen cél, hogyha Drenor azt mondaná, hogy ő nem csak... Egy mezei rockstar akar lenni, úgymond, hanem ő a akar lenni a gitárosa. Még ez is megtörténhet. Megtörténhet, csak mondjuk itt csalódás érné, viszont, hogyha csak csak idézőjelben, tehát egy ilyen cél, hogy ő szeretne gitározni, és rockstar akar lenni, ez egy kvázi elérhető cél. Uh, attól függ persze, hogy mit tekintesz rockstárnak, mert hogy csak azt, akinek aranylemeze van, és, uh, és leborulnak előtte, akkor lehet, hogy csalódni fogsz. Viszont, hogyha neked jók a kis klubok is, ahol játszhatsz, és tényleg ott elismer a mikroközösség, uh, akkor rockstár vagy. Na most akkor itt tovább fejleszteném az úszás anomáliáját. Neked van négy gitárod, azt írod. <kül> ettől még nem leszel rockstar, ebben megmaradhatunk. Lehet neked húsz gitárod is, ha mondjuk hülye példa, de mondjuk nincsenek újjai, de hát az életben nem fogsz gitározni. Tegyük fel, megvannak az újjai. Tegyük fel, még hallásod is van. Tegyük fel, még érzéked is van a zenéhez, és még meg is tudsz tanulni gitározni, és elég szorgalmas vagy ahhoz, hogy gyakorol is. Ezzel már egy lépést megtettél, tehát a céljaid egy részét teljesítetted, tehát az, hogy megtanultál gitározni, te megtetted a részéről a maximumot. Aztán, hogy ahhoz, hogy stár sztár legyél, ahhoz vagy olyan zenéket kell írnod, ez nem biztos, hogy van érzéken, amit tetszik. Mázni. Vagy csatlakozni valakihez, aki már sztár, és akkor az ő farvizén esetleg evezgetni, tehát belépni egy ismert Nem, nem, van egy harmadik faktor, a, Na. a, a kiszámíthatatlanság. A Á, vagy... vagy a szerencse. Vagy a szerencse, hogy valaki fölfed az utcán, ahol éppen. A Mert gondolj bele a sztárba. a dobálják neked a kétszázasokat a Vörösmarti téren, és akkor. tudsz fogni három akkordot, és, és től soha többet nem, és egyébként meg részeges vagy. <laughs> meg és, duhaj. Meg duhaj. Viszont hirtelen, hirtelen, bejön a punk zene. Tehát az egy cél, hogy, hogy rockstar akarsz lenni, definiálni én, hogy mi az, ha vesszük, hogy valamelyik megasztársak X-faktoros, <coughs> X-faktoros, X-faktoros, rockstar lett, akkor az lehet nyugodtan, az még négy gitár kell. Se, semmi nem kell hozzá. Be kell azt jutni. Azt mondja, hogy célom, amiért nem teszek, úszodába járni időnként, szert tenni egy valódi barátra, ez nem tűnik lehetetlenek első Nem Ez valóban nem. És ezek Mi tulajdonképpen... az, hogy valódi barátra szert tenni? Nem tudom. Hát nincs valódi írta, barátod. úgy, Nem hiszem, hogy ez ilyen outcoming volt, hanem úgy gondolja, hogy... ja, nem, nem coming out volt, Nem. Nem biztos, hogy írta, de szerintem... Mindegy. <laughs> nem csak ilyen futókalandokra, vagy rendes barátra. De fiú írta egyáltalán? Várja, várja, mindjárt Ez mert... Nem, legem. az, azért bizonytalanodtam el, mert pánk egy P betűt oda szokott bígyeszteni. De ez meg csak pánk, vagy mi? Ne, nincsen P -be ja, betű Na most a úszodába, ez egy cél, hogy úszodába jár az ember, Ezt mi tarthatja vissza ettől? Két dolog tarthatja hát idő vissza. vissza. Időhiány például. Á, hát, vagy idő, vagy lustaság. Hát akkor a cél, a cél, már megvan, csak a teljesítésbe csúsztak némi problémák. Ezeket azért viszonylag könnyű leküzdeni. Hát az, hogy egy úszoda egy majd 2000 és 2500 körül kezdődik, tehát ez, ez ugye a havi 10 uszoda látogatást kitűz az ember magának, ez azt jelenti, hogy 20-30 ezer forintot félre kell tennie és mi célokra, ez nem biztos, hogy, hogy realizálódhat, tehát ez már meggátolhatja, hogy a célt elérje. Ha esetleg ez megvan ez a lehetőség, vagy sztk ba elmegy és azt mondja, hogy nyomorult és felírnak nekem kedvezményes uszoda jegyeket, akkor ezt a célt is valamilyen szinten le lehet küzdeni. Az, az dönti el, hogy mikor van az embernek ideje. Azt szokták mondani bárban, nagy baromság, hogy mindenkinek arra van ideje, amire, amire szakít. Nem igaz. Persze, ezt mondjad Kínában a gyártoson dolgozó embereknek. Hát vagy, vagy az én munkaidőmmel, hogy ne, nekem arra van időm, nincs arra időm, semmire nincs időm gyakorlatilag. Tehát én ki, eldöntetném, hogy hetente ötször megyek a vagy megyek reggel hatkor, amihez rohadtul nincs kedvem. Vagy, vagy nem tudok menni, mert nem állandó a beosztásom, tehát nem tudom ezt a célt teljesíteni. Akaratomon és itt kívül. szeretném megegyezni mindenkinek, hogy tegye össze a két kezét, és gondoljon bele, hogy milyen szerencsés, hogy ide született, és nem pedig a világnak egy olyan részére, ahol aztán tényleg éheznek, és nem ez a probléma, hogy mikor mehetsz úszó, de És nem azt mondom, hogy, hogy itt mindenki megengedhet magának mindent, csak szerintem le kéne számolni ezzel a fajta pessimizmusral, amit eluralkodott. Hogy... Ez a kincstári pessimizmus. Igen amit ami tényleg szeretnénk, a feloldódna, gyerekek, hölgyeim és uraim, jó barátaim velünk. és barátnéim. Nem biztos, hogy minden jó, ami zajlik, ahogy élünk, de messze nem a legszarabb. Ezért ez, ez, kicsit azért fontoljuk meg ez a dolgokat, és ne nagyon zokogjunk, próbáljunk túltenni magunkon, magunkat mindenféle dolgon. Ez csak ilyen optimista hozzáállás és a célokról majd még tovább beszélünk, a zene után természetesen. Igen, csak még előtte egy-két üzenet, és továbbra is várjuk, hogy írjátok meg a céljaitokat. Isiben az volt a célom, az volt a következő, hogy a legnagyobb kalapáccsal tudjak vakond tep, és itt véget, kérlek folytasd. Vakon tepp. Vakond tep. Vakond tep. vakond lizni? Ez egy ír népi sport, vakon teplizés. Amint a denevér szögecselés, tehát kell fogni denevért és fölszögelni az ajtóra, ezt régen csinálták a, 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 az emberek. A vakon teplizés az az, mikor kimegy az ember kalapáccsal a mezőre, és akkor kidugja a fejét a vakon oda egyet. Ez vakon teplizés, nem tudom honnan alakul ki ez a sport. Nem úgy ver oda, hanem a kalapáccsal. Érted, az nem az az odaverés. Nem tudom, mi lehet ez a vakon teplízés. De aki nagy kalapácsot csinálja, az nagyon ügyes lehet. Azt írja nekünk, pocokjani, hogy bizonyos szempontból ti is céltalanok vagytok már, ami a műsort illeti, nem tűztetek ki olyan célokat, hogy az x adásban valami prominens vendéget, például Geronazzo vagy Bolgár Györgyöt hívjátok meg vendégnek. Céltalanok vagytok, és ez tök jó, ezért hallgatunk titeket. Hát Igen, most és pedig tudod, pedig hogy miért? egyébként. Uh, azért, mert a céltalanság az mindig lazább, mint uh, és kötetlenebb, mint az, aki, aki egy célt próbál meg elérni valahogyan. Tehát kvázi mi szerkesztetlenek vagyunk, és ezért nem is tartanak minket számon sehol az úgynevezett szakmában, Úgy és ezért kapunk mi tízszer annyi SMS-t, mint ők. Így van. Még annyit, hogy a céltalanságról, vannak ugye az emberek, akik az emberek szeretnek utazni, nagyrészt a legtöbb ember szeret utazni. Van, aki kifejezetten úgy szeret csak utazni, hogy egy megszervezett útra, tehát itthon befizeti a zsét, megbeszélt időpontba kimegy a repülőtére, vagy vagy meg, megáll busszal, vagy autóval, teljesen mindegy. Szállodában, ahol napi rendi pontok vannak, ekkor van reggel, ekkor van az ebéd, másnap kirándulás, fakultatív, ide túra, oda túra, így megy el a tíz napja, vagy két hete, és hazajön és végül is mindent megcsinált, ami a programban volt és nem veszi észre, hogy gyakorlatilag nem a jól érezte magát, mert nem azt csinált, amit akart csinálni, hanem amit előírtak neki, amit megjavasoltak. Ezért, ha én például a külföldre megyek, soha semmilyen lekötöttség. Még csak a szállás sem, maximum szállás. Nyilván megszerzem. vannak kivételek, tehát olyan országban, ahol, ahol nem tanácsos mondjuk egyedül kutakodnod, oda Na jó, mondjuk, hát oda meg de nem mit, megyek. Még Kína. Hát oda nem mennék. Hát Kínában nem is lehet egyénileg menni szerintem. Szerintem már lehet. Ezt magára vessen, aki meg lehet, hogy kondérba köt Na mindegy, talán... Hát Kálmán nem jelentkezett már egy ideje. <laughs> Viszont jól lakott kínaiak vannak a magyar-kínai határon, tehát lehet, hogy Kálmán ott tűnt el valahol. De például vegyünk egy tengerparti országot, legyen Horvátország, az ember kimegy, ha szerez való egy apartman, ha nem szerez, hát akkor szerez másnap, Csak ott el van, lemegy a strandra, meg bemegy a boltba, meg kávézik, meg belepisil a bokrok közé, tehát amit csinálnak külföldön az emberek, marha jó érzi magát, nincs megkötve, hogy ma átmegyünk Bruxigetre, meg Bruxigetre, meg meg ezt a kolostort megnézzük, meg azt, a, azt az üdülőhelyet, meg kompal, meg kompóta, meg mindenféle helyekre kell menni. Nincs, nincs, nincs. De van, aki ezt szereti. Erre azt mondja, hogy elutaztam, az volt a célom, hogy megismerjem ezt az országot. Elárulom neki az országot, nem úgy fogja megismerni, hogy elviszik azokra. Ahhoz helyek, legalább ha, két hét kell. Legalább, és nem az, ahol a turisták csoportokban vannak, és tíznyelven idegen vezetnek nekik. Az országot úgy lehet megismerni, hogy bemész a legelhagyatottabb majd becsöngetsz valóval kicsit megvernek, vagy bemész egy

a rock zene legnagyobbjai. Hard rock, metal, west coast, progresszív rock. A Rádió Q99.5 műsorán, MG-vel, minden szombaton 13 órakor. Szülői felügyelettel vagy anélkül. Nincs korhatár. A hotel végtelenbe történő bejelentkezéshez kérjük használják a következő SMS számot. 0670 70 60 99 -5. Itt vagyunk ismételtem veletek, folytatjuk a hotel végtelen. Csak etimológiai vitába bonyolultunk. Etimológia, így mondjuk. Valójában SMS számunk 70-es, 70-60-995 nézzük az SMS-eiteket, amit erre a számra küldtetek. A mai műsorunk témájával kapcsolatban. Szádra küldték. Ami a céltalanság. Na nézzük. Na jó. Rengeteg van. Úgyhogy majd törlöm őket, kedves szakma. Persze, is kell. Azt mondja, hogy Na megérkezett a vakon és folytatás, Isiben az volt a cél, hogy a legnagyobb kalapáccsal tudja vakon tepsit adhassam, már mint ez olyan gyerekkori szokás volt a lányoknál, ezt ú. Mi és az a tértéke? vakon tepsi. Nem tudom. Tehát ez valami lehet, nagyon hogy... pervers dolog lehet. Kalapáccsal és nőkkel kapcsolatban. De tök érdekes egyébként, hogy az SMS első fele teljesen más számára, mint a második vicc. merült a telefonja. Hát is nem, mondja, telefonja van. Jelen pillanatban a Gánr, gondolom, GANS, and Roses, nak, nak, Nothing Heaven prover. Jó, nothing... Jó, tudjuk, mire van Igen, szó. Igen, teljesen ugyanúgy el tudom játszani. Na. Mint. No. Mint, ki? <laughs> Mind az, az, aki nem is hallja. Gondolom, slash-re célzott. Nothing on Heaven's Door egyébként. Most Igen. nem tudom, hogy gyorsan írtál, vagy tényleg nem tudod, de... Minden gyorsan írta szerintem. A lényeg az, hogy ez valóban lehet egy cél, hogy egy ember, ha mondjuk gitározgat, akkor... Itt ilyen piték kis célt, hogy megtanul egy szólót, ami nem is olyan kis dolog. Aztán két tűz még egyet, és még egyet, és akkor végig eljut oda, hogy rohadt sok szólót tud lejátszani, ebből már egy tribut bandába be lehet ugrani, és még hogy fejlődik közben, ezért már saját szólókat is tud a legnagyobbakból kiindulva. Ez egy nagyon szép és nemes cél. Ö, sokaknak ez utóbbi nem jön össze. Hát, igen, na, ezekből nem lesznek világsztárok. Nem biztos az. Szántanának saját számai vannak? Van neki. De, de azok saját számok? Mind? Hát szerinted kiírta neki. Hát mit? Egyetlen egy feldolgozás sincsen? Hát nincs. De őt is soha, soha a Egyetlen egyet. Soha. Oh, nekem jó, mondta. Okay. <laughs> jó, nekem nem ezt írta, de majd... Nekem ezt elpírisom. mondta, de sírt közben lehet, hogy tudott. <laughs> hát benne is van a nevében. <laughs> szántana. <laughs> é, én, szántana, de nem menne ki ezért gitározni kezdett. Jó, hogy ah, nagyon szarul. De poénokkal ne operáljunk ne operáljunk, inkább nézzük, hogy miket írogattatok nekünk. Ugyanis nekünk írogatnak SMS-t a hallgatók, és csak úgy mondom a többi műsorvezetőnek. És inkább a metálos dolgok érdekelnének, és a rohadt jó a műsor. Nagyon köszönjük. Köszönjük szépen. Ezért kapsz cserébe egy jó kis Igen. Srácok, az én célom, hogy első legyek, aki lejattol az idegenekkel, beírom magam a történelembe, hely a necces. Igen, csak mondjuk ez egy olyan cél, amiért, hát nem majd tudsz-e tenni, mert lehet, hogy azt az úgymond szakirodalmat elolvasod, és felveszed a kapcsolatot Deniken úrral, akkor tudsz segíteni benne. Az, hogy na most ez az a cél, ami egy nagyon szép cél, de gyakorlatilag azon a ponton túl, hogy te eldöntötted, és ha lehetőséged lenne, megtennéd, ezen kívül semmi más nem tudsz érte tenni, mert valószínűleg nem téged fognak értesíteni a, az idegenek, hogy hova érkeznek éppen, és mikor, és kéznyújtva ott állnak, és várják, hogy lepacsiz lepac, velük, tehát ez, ez, inkább szerencse kérdése, vagy ebben a szakmában kell dolgozni, és éjjel nappal lesni az űrből, mikor érkeznek, odaszaladni és lejattolni velük. Hát ez se hülyeség, de nagyobb esélyed van rá, hogy Pamela Andersen-ról fogsz vásárolni a Bécsi úton, mint hogy az idegenek lejattolsz. És először még az ilyen klubok elmennének, ilyen nekünk Drenor, de a legnagyobb álmom, hogy a Szigeten vagy a Paplászlóban fellépjek. Jó, hát ezért mondjuk a... Hát jó, jó. Erre még van is esély. Aki megszervezi a napját, hogy mikor, hova megy és mit csinál, annak az a célja, hogy betartsa az elképzelését, és aki meg spontán dönt, az meg céltalannak számít, kérdezi Csijem. Nem, 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 nem. Aki megszervezi a napját, az csak utána fogja rá, hogy azért szervezte az meg. Az hogy... sorvezető. Persze, az, az mivel, hogy nem tudja megcsinálni mindent, amit meg kell csinálni, ezért úgy mondja, hogy megszervezést eléri a határidő naplóját, és az emberek nagy része nem veszi észre, hogy független az akaratától. Beírhatom én, hogy fél tizenkettőr elmegyek az okmányirodába és utána fél egyre elmegyek a nagyanyámhoz. De ha én fél tizenkettőr oda megyek, és fél kettőkor végzek, már megborult az egész célom, az egész napi rendem. Tehát csak olyan dolgokat érdemes célnak kitűzni, amit maximálisan tőled függ. Az, hogy egy nap egy órát ő fürdesz, az egy hülye cél, de ezt meg öö, tudod csinálni. Vagy hogyha nem függ tőled, akkor viszont valahogy úgy kellene a fejedben rendet tenni, hogy a rajtad kívülálló körülményeket kalkulált be, mint szerencse, és ne hogy hogyha nem jön össze. Legyen A, B, C terv, meg ilyenek. Igen, tehát gondolok itt arra, most egy nagyon hülye példát mondok, valaki űrhajós szeretne lenni, és hogy az űrhajósok azok mindig úgy vannak, vagy legalábbis úgy voltak, hogy volt 5-6 ember, és kiválasztották Gagarint, és a Gagarin 5 társát meg nem választották ki, Ettől függetlenül ugye a kiképzést elvégezték, Ugyanúgy tehát űrhajósok, a a a csak tehát... nem lettek híresek, mondjuk. Tehát nem is ez belejátszott. Ezért mondom, tehát ezeket a körülményeket, hogyha, hogyha ki lehet zárni, akkor az jó, hogyha nem lehet, akkor viszont ne legyél elkeseredve, ha nem sikerül, ha te mindent, ha, de, ha valaki komoly mindent. célokat tűz ki, akkor, és őt, szavait egy, egy egyértelművé tenném, bele kell kalkulálni, hogy az összes külső körülményt, ami a céljának keresztbe tehet, fel kell, hogy dolgozzon. Tehát tudom, tudtában kell, tudomásával kell lenni annak a dolognak, hogy vannak célok, amiket csak külső körülmények lenullázásával, illetve, illetve bekalkulálásával lehet elérni. Ha ez nincs meg, akkor, akkor bármikor beüthet a krak. Azt mondja, hogy az én célom az, írja -e nekünk Zabos, hogy bekerüljek a Corvinus Egyetemre állami támogatással, 480 pontos felvételi határral, nem lesz könnyű, de nem lehetetlen. Ez abos persze hogy nem lehetetlen megírod nekünk, hogy milyen szakra, vagy mit szeretnél lenni? Mit nem szeretnél... lehetetlen, pusztán vannak olyan külső körülmények, amiket az, hogy mennyit tanulsz, és, és mennyire vagy elhivatott, ez, ez, a te, ez a te tőled függő dolog, tehát ez tulajdonképpen nem befolyásolható. Az, hogy lesz még rajtad kívül, mondjuk felvesznek, mondok egy számot, 40 embert, és ebből ebből eddig 60-an beadták ilyen 600 ponttal, csak mondtam egy baromságot, csak hogy lásd, hogy akkor, akkor nem fogsz a 480 ponttal bekerülni bármennyire ez a célod. Tehát ezt be kell kalkulálni, hogy nem lehetnek sokkal jobb. És nem biztos, hogy akkor jársz rosszabbul, hogyha most nem kerülsz És, és ha tudom, hogy mi akkor történik jársz. veled az elkövetkezendő egy hogyha úgy Lehet, ugyanak, hogy elmész helyette, helyette dolgozni egy évre, és megtad álmaid munkahelyét, és utána már nem is akarsz korvinuszra menni, mert rájössz, hogy szarrá keresed magad, és marha jó munka. Azt ez mondja, van. hogy uh, itt vagyok veletek álmosan, de újra hallgatlak csók nektek ribizni. No, hát visszatérnek Na. az. Megérett, megérett a ribizli. A Nakino Heavens Door eredetleg Bob Dylan. Így van. Azt tudjuk. Két hetes görög nyaralásból visszajöttünk, és mit néztünk meg? Semmit. Pihenni mentünk, nem rohanni. Jó Itten tettétek. Van. Igen. Jó tettétek. Igen. Azt mondja, a Mikulás a földjébe szánt vet, ezt Vionak ajándékba a 20. szörny napja alkalmából visszamenőleg. Köszönöm szépen. Nem olyan rég volt a 20. napja. Hát tényleg nem, a mi a minap. Na igen, még. Na, menjünk. Várja, várja, várja Na, még, még, valami? Közél. Menjünk. No. Zene alatt egyébként a következő zenét a tényleg a, a hándosabrokrajongóknak ajánljuk. Melyik legyen az? 16-os. Azoknak ajánljuk, mert az egy, az egy combosabb darab lesz. Jason uh, És, és brit Pierce együtt. Tehát a, vannak az úgynevezett Alantos és nem Alantos Alantos és PTNR célok. Például az, hogy egy fiatal ember kitűzi, hogy ő már pedig mondjuk 17 évesen kitűzi, hogy 20 éves koráig ezer nőt meg fog hágni. Ez valóban fontos, egy cél. hogy 20 éves koráig? Hát vagy, vagy hát csak hát a fontos? Az, az én nem mindegy, hogy 100 éves koráig, vagy 60 éves koráig, vagy Oké, okay, csak hogy neki az a fontos, hogy az 1000, vagy hogy 100, meglegyen az vagy akármi az akármi, vagy hogy... hogy... meglegyen az, 1000. ezer. Igen, maradjunk, hanem meglegyen az ezer, az Ezt felfoghatjuk célnak, mert végül is csak rajta múlik, mert, mert ugye, ha ő elég ügyes, és elég snájdig, és elég kitartó. jó van, kitartó, és, és potáns, akkor ez gyakorlatilag teljesülhet is, ha elég sok hülyenőt talál hozzá a földön. De ez egy olyan cél, amire az ember úgy elmeséli esetleg egy-két barátjának, de tulajdonképpen nagy dicséret ezért nem járt. Tehát kvázi alantas célnak? Alantas célnak minősítjük. Azt viszont nem minősítjük alantas célnak, mikor az első randina az ember összekerül a, a hölgyel, beülnek egy hangulatos presszóba, ami már egy törzshely, és a srác ugye nem érdekli, hogy a nő mit fog mondani. Itt, itt a nemek közti célkülönbségek itt fognak a legerőteljesebben Kidomborodni. Nem érdekli, hogy a nő mit mesél magáról, mit csinál, hol tanul, hol dolgozik, miért csinálja. A célja az, hogy lehetőleg minél előbb ránéz a nőre, jó nő, minél előbb megdugni. Ez a cél. Ez, ez ki van tűzve és ebből. Egy ottányit nem szeretne engedni, tehát bizonyos mozgásteret enged magának, de kész. A nőnek biztos, hogy nem ez a célja első körben, hanem az, hogy megismerjem ezt az embert, mennyire jó fel, érdemese vele egyáltalán foglalkozni, kedves, -e, Normálise? perspektíva-e? A férfi ember is gondolkozik mondhat. arra rajta, hogy, hogy perspektíva -e ez a nő, miután már vagy 16-szor meghágta, és rájött, hogy ja, jó lesz ez. Jó lesz, akkor gondolkozunk esetleg távlatokban, még el is tudom viselni. Mind a kettőnek van célja. Az egyik rövid távú cél, illetve más, mások a prioritások, és ezért a nők, amit férfi emberek szoktak kérdezni, de hát a nő, nő is dugni akar, akkor miért nem hagyja magát? Tehát mindenki ugyanazt akar, egyértelműen tudjuk, randizunk, tetszünk egymásnak, akkor mire húzzuk az időt. Azért, mert a nő céljai közt szerepelnek olyan dolgok, amik a balga férfi embernek eszébe sem jutnak, mi vagy neki nem kardinális kérdés, nem ő fogja szülni a gyereket, és nem ő mossa a szaros pelenkákat. Hát legalábbis jó esélye, nem ő é... fogja szülni. Hát igen, ennek... igen, de ha igen, akkor annyit kapnak a nobel hogy hogy hogy... hogy egész életüket berendezhetik vele. Hát szerintem Oscar díjra és akkor könnyebb a dolog, Olyan mert de a filmvásztan azért mégiscsak egyszerű. Tényleg oscar mégis jobb fel. mint Na, A srácok, továbbra is várjuk a, a céljaitok megírását nekünk. Kíváncsiak vagyunk tényleg, hogy akik minket hallgatnak, azoknak vajon milyen céljuk van, hogy meggazdagodni, vagy hogy, vagy hogy mi, rockstárnak lenni, bármi, bármi érdekel minket. 70-es, 70-60. 995. Tényleg írjátok meg. Ebbe, általában véve egyébként mondhatjuk, hogy a pénz, tehát hogy minél több pénze legyen valakinek, illetve minél komolyabb egzisztenciája, de lehet, hogy nem is, az nem is számít csak a pénz. Hát ez azért a, ez az a legtöbb embernél ö, ö, cél. És nem is ítélhetjük el őket. Mi is erre hajtunk. Azt írja az abos, hogy közgazdaságtudományi karra szeretnék menni, és a maximum megszerezhető pont 500. Vagy mi utána, arra fogalmam sincs, de valami közgazdász forma. Nem jó, uh -huh. nem jó hangzik, nem jó hangzik. Ha tudod, hogy melyik egyetemre akarsz menni, és milyen szakra, akkor tulajdonképpen nem illene. Nem illene. E, azt nem tudni, hogyha elvégzed, akkor mi leszel. Hát ezt... Én inkább azt kérdezném meg, hogy, hogy miért? Miért szeretnél közgazdász lenni? Most nem minősíteni óhajt, hanem csak tényleg kíváncsi vagyok, hogy érdekel, hogy miért. vagy van a családban, vagy azt mondták, hogy ezek jó jó keresnek, csak azért vagy van munka, mert mert valami például, kell? például a közgazdaságtan az valamilyen szinten egy elméleti dolog, legalábbis, hogyha mondjuk ott a főiskolán, vagy egyetemen megtanulsz három, vagy öt év alatt valamilyen tudást, akkor azt a gyakorlatban nyilván nem fogod tudni úgy felhasználni, mint hogyha mondjuk elkezdesz egy mini vállalkozást. Ami szintén közgazdaságtan, csak nem főiskolai keretek között, hanem, hanem hát egy ilyen kvázi gyakorlati valami. Tehát, ha mondjuk engem kérdeznének, hogy hogy a cégemet kire bíznám? arra, aki, aki egyetemet végzett, kettőt, kettő közgáz egyetemet, és hat nyelven beszél, és most jött ki frissen, vagy pedig Akinek arra a pásztorra, menőváll aki, nyolc általánosra fölépített egy hatalmas... Stadlerre gondolsz? Igen. Én lehet, lehet hogy én a is a gondolni, ha éppen szabad lábom. Pedig ma. szerintem simán megbukna az összes közgázvizsgán. Tehát most csak azért nem akarok lebeszélni róla, tényleg érdekel, hogy, hogy mit szeretnél elérni vele. Na, Na, hozeneim! A most hallható műsor esetleg sértheti egyes hallgatóink lelki, politikai, szexuális, gasztronómiai vagy vallási érzékenységét. Ezen hallgatóinkat kérjük. Ö... találjanak ki valamit! Kérjük, találjanak ki valamit! Itt vagyunk ismételten veletek, folytatjuk a hotel végtelen ez számunk 70-es, 70-60-95. Mit mosolyogsz, Gábor? Ne valami, eszemélytött a küzét, prostata műtét, nem nagyon jó volt, vidám volt. Üzeneteink következnek, Petráit előre vesszük. Vegyük előre Petráit. Nekem kifejezett célom, hogy egyszer találkozzam veletek, és mondjak valami poénos dolgot spontán. A korom akadályoz meg, Petra az árajában passzív hallgató. A Mit? korod, mert hogy túl sok, vagy túl kevés? Öm, ez korfüggetlen egyébként, és a lehetőség nem sokára adott lesz, mert mondtam, írtam is a honlapon, vagy lehet, hogy csak itt pofáztam az adásban, hogy ahogy a jobb idők jönnek, elmegyünk egy kirándulásra, aki jön, Már tavaly is volt, egy egész jó sikerült. Jó, mondjuk Petra, hogy azt jelenti, hát, hogy... hogy a megakadályozza, lehet, hogy mit tudom én, túl fiatal ahhoz, vagy, vagy túl idős, hogy eljöjjön. Ettől függetlenül ez mondjuk egy teljesíthető cél, hogy találkozz velünk, hiszen rengeteg embernek volt ez a célja. Megvalósult. A Facebookon mindenképp a pofánkat megnézheted, és be is jelölhetsz minket, úgyhogy ebből ne csinálj ügyet. Szerintem már megtettem. Azt mondja, hogy jó, én gyerekkorom volt a célom, hogy 33 évesen hosszú hajam legyen, és Harry Davidsonom még fél év és 33 leszek, rövid a hajam, és csak egy 400-as Honda van. Na hát akkor kezdjük a jó dologokkal. fél év alatt meg tud nőni a hajad. és nem tudom, hogy pontosan nem... Nem tudom mekkorára, de... Hát valamikor erre mindenki. Bokáig nem fog érni. Bokáig de... nem, Na, de tulajdonképpen 6-7 centit nőhet fél év alatt. Ja, egy igen, ez igen. most ilyen Lego van, akkor... Kis lány is lesz. Olyan lesz, mint mit tudom én a... Nem tudom két. mindegy. Én Pénzt szóval... nem tudunk ígérni fél éven belül. A viszont, ha eladod a 400-as mondád, abból ugye nem tudsz venni harley Most nem tudsz, de... De, de ha nem 33, hanem 37 évesen valósul meg a célod, akkor mi van? Van egy kis csúszás, így mondják, hogy egy kis, kis műsor programváltás vagy valami, úgyhogy ebből ne csinálj ügyet. Ha rajta vagy a projekten, akkor uh, tudsz menni herlit, nem vadi újat, de tudsz, és a hajad is meg fog nőni, ha csak le nem vágatják közben. még, meg technikai problémáim adottak. Igen, észrevettem. No, akkor uh, ha, ha már az alantos céloknál ezt tartottunk. Ezt az életben se, hogy apukám ennek reszeltek a karrierünknek. Uh, az alantos céloknál ott tartottunk, hogy uh, amikor a randin a férfi és a nő eltérő célokkal érkezik a megbeszélt helyre, aztán a másikat ember. Értem, de ez olyan grotesz. Igen, volt egy kis, kis alakult ki itt a stúdióban. Addig mondom, tehát eltérő célokkal érkeznek, és mindenkinek van célja. Tehát nem lehet azt mondani, hogy céltalan, eleve egy randira az ember célal megy. Csak mindenki más célal. És abszurd módon, ha, ha hirtelen felcserélődne a, a szereposztás, ez ilyen leesik, azt összetednék a keverőt is. Maradjál, értek hozzá, tudom, mit csinálok. Hát, ha felserődne a szereposztás, tehát a nő-nőt kigullavodott szemekkel, meg kiálló melbimbokkal, hogy csatakozni, és azon gondolkozni, hogy mikor tudnám ezt a palit magára, magamra rántani, és a férfi embernek lenne az a célja, hogy, hogy na most akkor kitapogatom, hogy mennyire házias, mennyire szeretne gyereket, mennyire akar gyorsan megházasodni, meg stb. Egészen elképesztő eredmények születnének, mert ezekről az emberekről senki sem feltételez ezt, hogy itt Helycserélődnek a, a szerepek, pedig alkalmas intézés előfordulhat, teljesen embere válogatja. Ilyenkor ismét csak mindkettőnek van célja, csak a társadalmi illetve a, a külső szemléle ezt nehezen tudja elfogadni, hogy a hagyomány szerint úgy, hogy a férfi célja a mielőbbi ágyba kerülés, a nő célja pedig az egzisztencia és a család. Azt mondja, hogy megoldottam közben problémákat, mindenki nyugodjon meg. Azért oda, nem közgazdaság? mert anyám közgáz középiskolába iratott, és akkor már tovább megyek ezen a vonalon, és valamilyen szinten érdekel is. Egy közgazdász nem boltot vezet, bár megtehetné, ők elemezgetik egyes vállalatok, országok gazdaságát, tanácsokat adnak, stb. Ezt meg nem bíznád rá egy diploma nélküli emberre, hanem csak egy közgazdászra. Ez így van. Ezt a részét biztos, hogy nem. Én nem akarok neked ellent mondani, de gazdasági világválság kellős közepén vagyunk. Amit a közgazdászok kiváltat. Igen. Jó, igen, hát ők nem is csak természetesen, ők de. Is tévedhetnek, mindenki tévedhet. Az a furcsa, látod például az van, hogy anyám közgazdaságába iratott, és ezen a pályán mennék már tovább. Gyakorlatilag neked úgy van célod, hogy a lehető legkisebb veszteséggel érd el azt, amit el kell érned. Tehát ha már közgazdasága, ha mondjuk testnevelés szakoz tagozatra iratott van anyád, akkor lehet, hogy most a testnevelési egyetem lenne a célod. Teljesen mindegy, hogy tetszik-e vagy nem, valamennyire érdekel is, de ez így nem hangzik rosszul. Lehetsz egy, egy jó közgazdász, aki, aki hétköznapi módon éli az életét, esetleg cikkeket jelentett meg, vagy, vagy tanulmányokat ír. Tehát nem lesz ebben gond, csak igazából a cél egy kicsit ennél több. Tehát a cél ilyenkor az, hogy itt tudom én bekerüljek a, az Európai Közgazdasági Parlamentbe, ha lenne ilyen. Van. Hogy vagy, én vagy, vagy, vagy te éljel, az országvezető közgazdász, vagy valami. Ez cél. A közgazdász. Az, hogy elvégzem a, elvégzem a közgázt, és, és egy diplomás esetleg jól, jól funkcionáló közgazdász leszek, ez is egy jó kis cél, csak ez pontosan abban a pontban véget is ér, hogy megkaptad a diplomádat. Onnan egy új célt kell keresni, hogy általán van. Hát, és többnyire mondjuk ilyenkor. Hát most nem azt mondom, hogy felesleges volt ez, hogyha nem az a következő cél, hogy a gyakorlatba ültesd át a tudásodat, de mégis ezt mondom. Tehát mit ér a diplomát, hogyha nem abban dolgozol? Nyilván abban szeretnél aki tesi tanár akar lenni, az, az, hogyha nem tanít a tesi tanár diplomájával, akkor feleslegesen lett az. Hát de igen, az nem Ha tudom, csak tudta, nem magának de... akar bizonyítani, hogy megígérte valakinek, hogy doktor lesz, vagy nem tudom. Vagy, vagy. vagy. Szóval azt nem tudom, tudta, de például, hogy a katonák, tehát a a katonatisztek, legalábbis régen így volt, hogy aki elvégezte a, a, a katonai főiskolát, adnagyog. a Sörhajó Adnagyok, azok automatikusan kaptak testnevelő tanári végzettséget is. Tehát egy egy végzett katonatiszt egyben el is volna bármilyen iskolában, mint testnevelő tanár, mert ugye hozzájárta az ő diplomájukhoz. Én olyan katonatisztet nem ismerek, aki testnevelő tanárként dolgozna, ha csak mert Mert akkor minek ment volna a katonai főiskolára. Tehát a, a célja itt az volt az embernek, hogy katonatiszt legyen, Mellesleg tornatanár is lett, és esetleg úgy döntött, hogy mégsem akar katona lenni, és még feltette azt a kvázi használni kapott a... egy szakmát. Kapott pluszban egy, egy lehetőséget. Nem, irídlen, mert azt gondolná az valamennyire rokon. Tehát, hogyha kapott egy olyan kiképzést, hogy kvázi katona tisztelt belőle, akkor gondolom, hogy egy teljes órát is le tud vezényelni. vele, vagy simán, le hát vezényelni. annyira, mennyire tisztnek, jó van katona. Igen. Ez, no. Iskola -körök meg focizni lehet. Persze, meg izé, állj a falhoz! Nem mozduljam, szétváglak! Erre Szerintem jó, ez nem tesi tanár. Ja, hát mi? Mit bankrabló vagy Ja, nekem. bocs, keverem ezt a kettőt mindig. Ö, üzeneteket kaptunk, ebből bele se gondoltam, legyen 37, jó, a műsor, most hallom először, Hege doktor írta az üzenetet. Ha maradj maradj tovább is velünk, keddenként, tíztal, évfelig, ismétlés, pedig szombaton ugyanekkor. Igen, és azt a doktorátust azért átnéznénk, ha megoldható. Azt mondja, hogy a célom, hogy betelefonálhassak a műsorban, mi a telszám? Dickinson kérdezi, mondjuk. 35, 39, 451. Azt mondja, hogy a következő üzenet cél nálam egy általam valamilyen idézőjelben erőfeszítés, lemondás, takarékosság, áldozat, stb. nyomán elért vágy teljesülése. Azért ad nyomatékos, nyomatékos örömöt, kellemes élményt annak elérése. Dusó. Most itt az a, az a nem mindegy, bár célnak el tudjuk fogadni, az a nem mindegy, hogy mi ez a nyomatékos cél. Mert amit tudom, én megjelenik valami ö, internetes ö, társkereső oldalon, hogy valami nagyon ismert celeb, mit tudom én, tízezer kelebb, keleb. keleb. tízezer dollárnak megfelelő forint összegért eltölt vele egy forró éjszakát, és te be, be akarsz erre fizetni, okozta, azt, a, mit tudom, két millió forint a ezer dollár, hogy mennyi? Hát szorozzad be 200. Hát a rosszabb tudja. 30 -a. 20 ezer, 200 ezer, az 2 millió. Tehát erre 2 millió forintot össze akar spórolni, hogy meghákasd az illető kelebet, akkor természetesen is egy cél hogy ezért magattól megtagadsz mindent, hát ez te dolgod, hát neked ér ennyit egy, egy negyed órás izé dajdaj, daj, akkor természetesen, ha esetleg van valakid, akit el kell tartanod, vagy mit tudom én, emiatt nem fizeted a közüzemi számláidat, meg eladósodsz, meg, éhezik az egész család, hogy te meg, a, a mit tudom én, milyen celebet, akkor már a cél nem annyira nemes, inkább alantasnak minősítjük, de akkor is célnak fel lehet Viszont fogni. játszhatsz nyílt kártyákkal is, hogyha te mindenkinek ezt elmondod, aki veled kapcsolatba kerül, mm. akkor nem mondhatják, hogy hülye vagy, hiszen hát te mindig elmondtad ezt, hogy ez a célod. Az ember hazamegy, és akkor mondja otthon a család, éhesek vagyunk, gyerekek. Porzik a vesénk, szép az agyunk. Gyerekek, gyerekek. Szomjasak vagyunk. Meg akarom dugni a keleti Györgyit. Pénz kell, értsétek meg, ez nem úgy megy. És akkor azt mondja az ember, hogy jó, megértjük, de hát azért ennénk. Nem, nem. Van egy célom, és, és az ember olyan, hogy a célet kitűzi, akkor az, 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 az szent. Amíg nem jön ez, ez, a két milla, és nem hágom meg a művésznőt, addig ez van. Na most ez is egy cél. és ez csak Természetesen, egy példa sen, volt. csak egy példa volt. Ez is egy cél, mint az elején a műsorán említettem, ezzel más emberek életét tönkre lehet tenni. Tehát a célok mindenképpen akkor minősülnek, csak nem ezt célnak ha nem kell érte senkit kiéheztetni, kiszomjaztatni, agyonverni, lelőni, fölrugni vagy ez csak élet. Zárója jegyzem meg, hogy az adás ideje alatt a Facebookon egyel kevesebb lájkolónk like van. Tehát csökkent a szám. Frankon 489 en nyitottunk, 488, úgyhogy most már 12 kell az 508 hát Van egy olyan kérdésem, hogy a, 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 a zene után fogunk erre kitérni, de már előtte felvezetném. Szóval, Tegyük fel, hogy van egy ember, akinek egy, um, egy olyan életcéja van, ami, ami normál esetben azt mondhat, hogy ez egy elérhető dolog, sokat kell érte küzdeni, de, de nem lehetetlen. Például neki az a célja, hogy ő egy színész szeretne lenni, és szeretne színházban játszani egy um, olyan darabot, ami viszonylag híres lesz, és, és szeretné élvezni, hogy a századik előadáson vastapsot kap. Egen. Úgy gondolja, ezt ő kitalálja, amit tudom én, 21 évesen, hogy mondjuk ő erre rádob 10 évet, 10-15 év múlva ez reálisan megvalósulhat. Tegyük fel, hogy emberünknek a sors olyan lehetőségeket ad, pikpak, hogy ezek nagyon hamar megvalósulnak, ezek a célok mondjuk 5 éven belül megtörténik. Megjön. Akkor egy 26 éves emberünk, ő már hátradőlhet hát boldogan. Megteheti akár. Hiszen, hiszen neki ez volt a cél, ez a cél, ez megvalósult, 26 évesen megtörtént az előadás, nagy sikert aratott, vastaps, egy elismert darab lett. Ő, ő akkor egy boldog ember. Ha ez volt a célja, és egy volt az egyetlen hát ez... akadálya a boldogságának, akkor igen, akkor egy boldog ember. Vagy ilyenkor, uh, ilyenkor azt mondja, hogy. Uh, ilyenkor felelkesülés, azt mondja. Hogy hogy még egy nagyobb cél. Még, egy, én még akkor nagyobbat. most Így egy van. Az ember filmen... általában ilyen mohó férek, hogy ilyenkor még nagyobb cél tűz ki maga elé, hogyha ez ilyen gyorsan sikerült, akkor a másik még gyorsabban fog sikerülni. Végül is ez viszi előre a világot valamilyen szinten. Egy üzletember is, a beüt egy üzletnek és keres egy nap bele... 10 millió forintot, akkor biztos nem fog hátraülni, és azt mondja, hogy eltapsolom, aztán majd valami lesz, hanem azt mondja, hogy ho, ho ha egy nap alatt ennyit kerestem, akkor most belevágok a vastagjába, és akkor egy nap alatt 20 milliót akarok. Ilyen is van. Meg De ha mondjuk ő tényleg úgy gondolja, hogy neki köszönni ennyi elég, és mostantól fogva, amilyen szerepeket játszik, azt ő már örömből fogja megtenni, akkor ő neki tök boldog élete lehet. Ha én úgy állnék anyagilag, hogy soha életemben nem kellene munkával szennyeznem a kezemet, akkor valószínű, hogy én attól még csinálnék valamit, lehet, hogy pont ugyanazt, mint most, csak nem függenék attól, hogy ott mennyit keresek, és, és ennek ugyanolyan lelkesen csinálnám, és ugyanolyan boldogan, csak más lenne valahogy a hozzáállás az embernek. Tehát már nem lenne az a célom, hogy ami most, hanem az lenne a célom, hogy hát dolgozzak, meg aztán, ha van egy kis időm, akkor eltöltsem szépen. Tehát akkor boldogabb lenne? Sokkal. Ismét a remixet hallottátok. Ezt nem? <laughs> voltunk, hogy most is megtette. Megtette. Ez van. Azt írja nekünk Hege doktor, hogy kamionos vagyok, abból doktoráltam, nyolc általános segédmunkásként az volt a célom, hogy kamionos legyek, miután kivágtak a szakközéből. Oké, de akkor ezek szerint elérted? Pontosan. Elérte a célját. Na most van, ugye az ember még kamionosabb nem lehet, tehát valaki eléri azt, hogy ha, ez volt a cél, hogy kamionos legyen, és ez sikerült, akkor mondhatnánk azt is, hogy mi célja lehet még a világon. Más jellegű. Hát szóval az a baj, hogy sokan úgy vannak vele, hogy egy célt kitűznek, Vagy... és azon a vonalon óhajtanak tovább. Illetve nagyon sokan úgy vannak vele, hogy cél egyenlő, mit fogok tovább tanulni, és miből lesz pénzem. Így van. Aztán ez most már módosult arra, hogy azt fogom tovább tanulni, amiből pénzem lesz. Azt nem kalkuláljátok be emberek, hogy, hogy ami, ami ma egy 10, 17 éves ember eldönti, hogy, hogy mit tudom én, orvos lesz, mert abban sok pénz van, ma. Lehet, hogy mire ő ezt elvégez az egyetemet, tehát ez még 5-6 év, 6 év legalább, ha orvosira megy, meg plusz le is érettségizik, és tehát egy évet sem mulaszt, meg rögtön fölveszik, akkor 6 év, ha nem veszik fel, és, és, kihagy egy évet, akkor 8 év. Ki tudja, 8 év múlva kell -e még orvos? Lehet, hogy már lézerrel egymást puskázzuk, és úgy gyógyulunk. Tehát ez egy valamilyen szint... Ja, arra a kevés ember, ami itt marad, elég lesz ez egy orvos. Bőven, bőven. Tehát mindenképpen be kell kalkulálni, illetve a cél, célnak még az a nagyszerűsége van, hogy, hogy nem riaszthatják el az embert a közbeni változások. Tehát ha én kitűzném mondjuk, hogy katona leszek, és ahogy tanulnék, közben kitörne a háború valami országok között, és akkor én rájönnék, Viszfajor. hogy... Hó, ho, ho, ho. Sem. Na, azt, azt nem. Szóval lövöldözni azért rám nem. Inkább számítógépen. Ezt ott hagynám a és átmennék a teológiára. Ott nem lőnek legalább. Most akkor ez nem volt egy igazi cél, akkor ez egy ilyen cél volt, ilyen kis furmány. Hát, vagy pedig abba gondolj bele, hogy az is meghiúsíthatja, hogy az a dolog, amit szeretne elérni, az mondjuk kimegy a divatból, vagy megszűnik. Például ma valaki hallgatja a hotel végtelen, és azt mondja, ezek a srácok nagyon fasz a én is rádió szeretnék lenni, és mondjuk ez az emberke tíz éves, és lehet, hogy tíz év múlva már nem lesznek rádiók. Elképzelhető. Érted? Tehát, hogy, hogy kimegy alól a talaj, mert, mert nem tudja. Tehát hiába. Ilyenkor általános célt kell felállítani, azt mondani, hogy rohadt jó fejleszek, és, és, mit tudom én, ilyen Tehát, ami, ami végül is teljesülhet, ha az ember rajta van a projektem. Na de várja, a zene előtt ugye volt egy felvetés, hogy aki elérte a célját, az vajon ilyenkor újabb célt ki, vagy pedig boldogan élhetne, amíg meg nem halna. És hogyha ez fiatal korában történik, akkor ő egy nagyon szerencsés ember. Gondolom én ezt így. Én. én akkor is azt mondtam, és, vagy zene alatt is ezt mondtam neked, hogy ha valaki elér ezt a célt, amit kitűzött magának, igazából azért nem mindegy, hogy milyen cél. Tehát, hát ezért mondtam, hogy egy kvázi olyan célt, amit mindenki elismert van célnak. Igen, tehát a, amit az előbb említettünk, hogy meg, meg legyen az nő, mondjuk kitűzi, hogy 30 éves koráig és 27 éves korára megvan az ezernő, akkor nem azt mondja, hogy na, soha többet ne lássak muffot, és akkor én vagyok a király, aztán jó van, hanem akkor azért, hogy tovább halad, gondolom, a... a a, nő, a nő, nőzés útján, csak ugye nincsenek előtte célok, hogy most egy, ennyi darabot le kell tudni és beírni a noteszbe, hanem, hanem most már az íze miatt, ha lehetek ilyen költői. Tehát olyan nincs, akkor még ezer, még ezer, és ez 40 éves kora még, tehát ez nem így működik. Ha valaki ezt így csinálja, az elmebeteg vagy Tiger booster, ez a két verzió van. Hát mondjuk, aki ilyen célt üszke, az már önmagában lehet, hogy elmebeteg. Mindenképp nem múri embernek sorolható. Viszont érdekes módon nőkről is hallottam, akik kitűzték, hogy őket nem tudom hány férfi meg kell, hogy recsentse. Nincs. Most kitalálod azért, hogy egy megbolond és nem, 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 Tudsz neveket mondani konkrétan? Persze. Halljuk. Ü Így dolgozik a rádióban? Nem, 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 de ne barkóváz, mert nem merem kimondani. Tehát van olyan nő is, aki... lehúzom a mikrofonokat, és rákérdezek, jó? A, a horvát, horvát Klára? a mikrofonok! <men> Te Na csit, Tehát van olyan nő is, aki kitűzi, hogy, hogy, hogy bizonyos koráig ennyi és ennyi palival kell neki együtt lenni. Ennek tulajdonképpen az a jelentősége, ha van neki jelentősége, hogy a barátnők, illetve a társaság előtt bizonyos korú nőknél ez egy presztis kérdés. És Hallod, van hol vett Van. Aha, elnéz... de hogy van? Bocsáts meg. Tehát ez egy presztis kérdés, hogy ő most hány, hány pasival volt. Ez főleg olyan lányok közdívik, akik nem láttak még brét, és úgy döntenek, hogy most már belevágnak az élet vastag és végig tapossák hóba hóbakancsal ez is egy cél. Bizonyos férfi emberek, sőt, valamilyen korban én is örültem volna egy ilyen nővel futok össze, mert ugyanis jóval kevesebb befektetett energiával. Aztán én nem foglalkoztam vele, volna vele, gondolom, hogy én most egy lista tag lettem, hanem ugye a, a, dolog a lényeg, hogy megtörtént, aztán érdekel engem, hogy rákerültem egy listára 990 magammal. A férfi embernek ez a, ez a célja szerintem kicsit gusztustalanabb. Mert ugye egész más egy... Jó, mondjuk annyira ilyesmé. nem is életszerű ez a dolog. Most viszont következik a kult vicc rovatunk. Ameddig oh, oh, oh. felolvassuk a mostani, e heti aktuális viccünket, addig elmondjuk, hogy SMS számunk a 70-es. 70-60-995. Illetve, tehát a telefonszámot elmondod de Dickinson se hív minket. Jaj, hát Dickinson se hív. Nincsen senki vonalban. <laughs> Csak a fütyülő. De azért mondjuk el a telefonszámot. 35-39-451. Így van, tehát hogyha gondoljátok, akkor élőben is hajrá. Kult vicc, és most hozzád fordulok, hogy mi az a kult vicc, Gábor? Hol érhető el? A kult az a kultvic.blog.hu honlapon érhető el. Ezt egy zseniális alkotógárda, számunkra ismeretlen alkotógárda gárda készíti. Úgy tudom, hogy minden nap fel, ugye? Minden nap frissül, minden nap egy vicc, amit ezek a gárdák ír, ír, írnak és, és ez zseniális viccek. Tulajdonképpen egy fokmérője annak, hogyha valaki elolvassa, és nagyon jól érzi magát, és kacag, meg visongat, meg csapkodja magát, akkor van akkor humor a humor. Érzéke. így van, így van. Ha, ha, úgy érzi, hogy ez baromság, hát akkor még van mit fejlődni. Igen, 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 igen. De ez egy itt nagyon volt, komoly aki teszt, beírtan... tesztnek minősül. Volt, aki beírta az egyik viccnél, hogy ebből a viccből egy valami hiányzik a, a humor. Hát őt sajnáljuk, oh, nem értette oh, meg. Nem meg. Oh, Na, itt, a, itt a szomorú el, példa. De nem baj az egyébként, ha valakinek nincs humor érzéke. Még egy párat elolvas és rájön, hogy hol kezdődik. Na, elolvas. melyik legyen a mai? Mondok két címet, jö, és ki. Híres olimpikon interjút Igen. Vagy pedig a kezdő prédikátor. Legyen a híres olimpikon. Szerintem. Híres olimpikont kérdez a riporter a sikereiről. Ön három olimpiát nyert, és edzőként is sikert sikerre halmoz. Hogy tud ilyen sikeres lenni? Tudja, mindig azt mondom magamnak, a siker az az, amit te kapsz. A kudarc viszont, amit más kap. Ekkora poén! Én ezen megrepettem volna, ha először olvasom, már először hallottam egyébként. Nagyon jó. Nem ismerted még? Ennél, nem, 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 de most már nem tudom elfelejteni, attól félek. Ez most belégett a retinámba. Kultvicspontblog.hu. Igen. Na no, és térjünk vissza akkor a kis intermezzo után a témánkra, ami a céltalanság, és egy uh, elég sok dologról beszéltünk a zene szám alatt, de uh, például arról is, hogy uh, aki nem érte el a célját, az, az vajon görcsöl, hogy elérje, és, és ez az idő egy kárba veszett idő, tehát kvázi nem tudja élvezni addig a, a dolgait? Ha van, aki úgy érzi. Van, aki úgy érzi, hogy ez egy kárba vagy, veszett vagy idő. Vagy csak, ez a háttérben dolgozik, és, 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 mindig ott van a háttérben, de azért emellette e tud célni. Lányok esetében tapasztaltam, konkrétan egy pár lány esetében, hogy tudtam, hogy van valamiféle kapcsolatuk, ami x ideig tartott, hát a hónapokig, esetleg évekig is, aztán egyszer csak vége lett, teljesen mindegy kinek a hibájából, és akkor a, az illető lányal, amikor beszélgettem, tulajdonképpen ő nem is a ők nagy része, nem, a, nem, az illető embert sajnálta. Tehát nem az embert, akit elvesztett, mert azt mondta, hogy ez egy paraszt volt, meg ez egy féreg, meg egy görény. Nem érdemelt meg engem. Hanem így van, hanem azt az időt, tehát, hogy ő neki volt egy célja, hogy ebből egy komoly kapcsolat és hát, esetleg egy házasság Ebből egy szám is született, tehát, hogy én az időt nem, nem sajnálom. Persze, hogy férfi énekelte. És azt az időt sajnálta, és elvesztegetett a cél céljának, megsemmisülésének és kudarcnak érezte, amit ebből a féreg emberrel töltött, idezem a szavait, mert hogy... a célja nem ez volt, hogy most ő kezdje előről és elhagyja három, mit tudom én, x évet az életéből, hanem, na most ezért mondom, hogy a célokat mindenki másképp tekinti. A férfi ember visszatekint, azt mondja, hát tulajdonképpen nagy kapcsolat nem lett belőle, mert voltunk együtt egy fél évig. Viszont marha jó nő volt, kb. 9000-szer megduktam, hát ez nem volt célom, de legalább teljesült. A nő azt mondja, hogy hát nem sikerült a kapcsolat, mert, mert alkalmatlan volt arra, hogy társ legyen, meg stb. Mindenkinek a céljai tönkre mentek, csak az egyik fél, ugye, azt mondja, hogy igazából konkrét célja nem volt, amit esetleg lehetett volna, az, az 9000-szeresen teljesült, tehát ő, ő mossa kezeit és letudta a dolgokat. Ilyenkor, főleg párkapcsolati aspektusban nézve, inkább a nők azok, akik ő, célokat tűznek ki maguk elé, legalábbis olyan célokat, amik befolyásolják az ő, ő viselkedésüket és hosszabb távra terveznek. A férfiak a célja általában rövidebb távúak, tehát... És ezzel nem is hibáztathatjuk őket, kedves nőhallgatóink. Egyébként nem tudom, hogy, hogy ide a céltalansághoz ezeket a párkapcsolatú dolgokat mennyire lehet becitálni, mert uh, szerintem ezek nem erről szólnak. Be lehet. Be lehet, be lehet csak, csak inkább szólnak ezek arról, hogy az ember mint egyén mit szeretne elérni. És ebbe persze beletartozhat ez is, amit te mondtál meg. Valakinek tényleg, tényleg az a célja, hogy legyen három-négy gyereke, és tényleg egy boldog ember, hogyha ez megvalósul. Viszont a legtöbb embernek szerintem nem. Hát, nem, nem függ a célja a, a, másik nemtől, nem függ a párkapcsolatától, hanem valami, amit lehet, hogy kitalált magának akár fiatalon, akár idősebb korában, és erre is kitérhetünk egyébként, hogy, hogy mondjuk, hogyha valaki 70 évesen talál egy új célt, akkor ez egy, az egy pozitív dolog lehet. -e, Szeretné vagy... még élni egy kicsit. <laughs> Tehát azt, azt mondod, hogy ezért... ez, egy nagyon cél, cél. Még rá szeretném még három évet élni. Azt ez nagyon szép, és nem egy cél, és erre rászánom az időmet. Erre a célra azt lehet mondani, hogy hát ez egész életét le fogja foglalni, mert ennél nemesebb célt nem nagyon tud kitalálni. Ha az, hogy, hogy egy, egy párocskának az a cél, hogy legyen mondjuk három gyerekük, ez, ez egy de nagyon de szép pont cél. Pont ez, hogy nem a párocskának, mert akkor megbeszélték nyilvánvalóan. hogy mondjuk ez az, a céljuk. Aki Már kitalálja ezt tíz éves korában, ja, hogy ő majd... És olyan nőt keres mondjuk, aki ezt vállalja? Akár. Legyen az. Elég hülye a példa, a, de legyen. Azt, azt felejti ki, hogy ez egy áttételes cél, tehát ez, ez sok, minden, sok minden befolyásolja majd. Tehát ő, találj egy nőt, aki, aki esetleg mindenben megfelel, neki pusztán nem akar három gyereket, vagy négyet akar, vagy egyet csak akar. Tehát ő, ilyenkor dilemma van. Ha megtalál egy olyat, akinek pont ennyi gyerekkel még be, be is jönnek, és tetszik, is, és még stimmel, akkor jön az a része, ami a, a célt ő, ugye teljesen tönkre zúzhatja, hogy... A Függ az hogy hol laknak, hogy milyen az anyagi helyzetük, éppen ki dolgozik, ki lesz impotens, ki lesz frigittát tehát egy ki ki, 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 kinek nincs itt, tíz évig, tehát ki lehet tűzni célokat, de mindig be kell kalkulálni, hogy ember tervez Isten végez, hogy szokták volt mondani. Ezért mondom, ezért nem is akartam belemenni ilyen dolgokba, mert itt, uh, itt ezek komolyabbak, viszont, viszont ezek a célok, hogyha megvalósulnak, például lesz, hogy rockstar akarok lenni, és tényleg rockstar lesz az ember, ezek barom jól tudnak Azért. Igen, furcsa módon, mikor ilyen ismertebb, főleg mondjuk egy lány maradjunk a Rockstánál, nyilatkozatot, interjút csinálnak velük, és kérdezik, hogy készültél erre a pályára, meg mi nagyon kevesen mondják azt, mert gyerekkoromban erre készültem. Az mindenki azt mondja, hogy voltak ilyen példaképeim, meg olyan példaképeim, de legtöbb ember úgy van a példaképe, hogy azt mondja, hogy hát, de jó lenne olyannak lenni, de hát úgyse fogom elérni. Igen, és, és itt bejön az örök kérdés, hogy vajon a nyerő dolog az a szisztematikusság, amikor valaki egy célt követ, és mint egy pitbull ragaszkodik hozzá, vagy pedig a spontanitás, hogy valakinek van ugyan egy célja, de majd majd megtagadom az adódó lehetőségeket. De melyik a jobb, hogyha valaki ösztönből megy, vagy hogyha valaki szisztematikus? Mind a kettővel el lehet érni ugyanazt a célt. De ugyanazt? Ö, ugyanazt a célt Ugyanaz, Ugyanazon a szinten? ha a képessége megvannak egy embernek ahhoz, hogy, hogy ismert, mondjuk maradjunk, még mindig a rockstárnál legyen, akkor azt lehet egy, egy buldog szívóságával, tehát, hogy kitűzte a Bocsánat, célt, báldog. és... Báldog, tehát kitűzte a célt, és ezért ott hagyja a munkahelyét, ott hagyja az iskolát, és csak küzdés, és próbákra jár, és hangszereket vásárol, és mindenféle zenészeket ismerkedik, és csak-csak nehezen eléri. Illetve van, aki úgy van vele, hogy éli az életét, kitűzte ugyan, hogy nagyon, nagyon nagy zenész és rockstar lesz, de meg ennek ellenére éli az életét, úgy eljárkál próbákra, ismerkedik, bulikba jár, hát ha valami sikerül, nem adta fel a cél, csak pusztán nem rendelte alá neki az életét. Így is elérheti, és talán még boldogabban is fog élni. Hát, vagy lehet, hogy magának... Valószínűleg az első, az első akiről beszéltünk, az német, a másik meg mondjuk amerikai, ösvény. Lehet, hogy ő magának gyakorolgat, magának írja a számokat, és egyszer csak amikor az utcán lehetsz, akkor talál rá egy menedzser, Igen. másik pedig kiadóról, kiadóra repked. Meg ez annak a kérdése is valahol, hogy a tehetséget szorgalommal, vagy a szorgalmat tehetséggel lehet-e felcserélni, lehet, -e lehet -e helyettesíteni. A tehetséget nem lehet szorgalommal felcserélni. Tehát, ha valaki tehetségtelen, az lehet olyan szorgalmas, mint egy komplet mékas, akkor sem lesz Vagy, akkor, semmi. Mondjuk, vagy akkor mondjuk úgy is feltehetjük, hogy melyik emberkel jut messzebb, aki szorgalmas, vagy aki tehetséges, vagy... Tehát, ha rajtam múlik csak a tehetséges, de nem rajtam múlik. Igen, de ez sem egy egyértelmű dolog annyiból, hogy mondjuk, aki nagyon tehetséges, de beleszarik, az miért legyen előkelőbb helyen, mint az, ha, aki... nem is lesz. Aki nem tehetséges, nem de szorgalmas, és nyilván ez függ is attól, hogy éppen miről beszélünk, tehát hogy egy művészetről, egy, egy, gyárban csavargyárban történő, mit tudom én, milyen csoportvezető vagy miről. Tehetséges és, és mm. tehetséges és emellett szorgalmatlan és lusta, tehát hogy gyakorlatilag van egy Isten áldotta képessége valamire, de mindig mással foglalkozik, valószínűleg el fog érni a célját, csak sokkal később. Na, srácok, lányok, lassan konkludálunk elmegyünk zenélni, aztán jövünk vissza hozzátok. Várjuk az SMS-eiteket 70-es, 70, 60, 995. Minden műsorban úgy éltek, mintha az utolsó műsorunk lenne. Jaj, Jaj. jó, és akkor mindig sokat fogunk kapni. Reméljük. A következő műsorszám epilepsiás rohamot vagy deviáns viselkedést okozhat. A mellékhatások tekintetében kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Itt vagyunk ismételten veletek. Az utolsó blokkunk kezdődik. Ti most a hotel végtelen hallgatjátok a 99,5-ös megállítszen a Rádió frekvenciáján. Uh, hogyha ezt a mondatot szombaton halljátok, akkor az ismétlést hallgatjátok, ami szombaton van 10-től az élő műsor pedig keddenként ugyanebben az időpontban, tehát 10-től évfélig. A Facebookon Hotelvégtelen néven találhatok meg minket, egyel kevesebben vagytok a műsor elejé óta, úgyhogy fogyunk, fogyunk, de még mindig azért... Elvesztettünk valakit. Még mindig azért közel vagyunk az 500-hoz, oh, nekünk ez a, ez a, célunk. Jaj, de fáj. Uh, mit is mondhatnék? Még, ja igen, hotelvégtelen.hu, ez pedig a standard honlapunk. Mert hát, ez sosem már kétszer. Ja, és culture.block.com. Jut eszembe, új kultrajzok, cool folyamatosan minden kedden frissül a kultrajz.blog.hu Annyi blogunk van, hogy most már ezt nem is lehet. Ez már mikroblogok, már makroblogok. Küzdünk, szinten. küzdünk mi is az önmegvalósítással. Na üzenetek. Dikénzon egy olyan hogy nem nagyon értek. Ha meghívnak, de nem fogadnak, lehetünk brutálisak? Mi van? Most nem értem. Ha meghívnak, de, de nem fogadnak. De hova hívnak meg Dickenson? Hát én ezt nem tudom. Azt mondja. Na, jó szakát nektek öröm hallgatni titeket, de holnap jókorán kelek. Végre egy gondolkodós műsor, Hege doktor. Hát mondjuk, mi nem annak szántuk. Persze, hát nem gondolkodunk, de ha így sikerült, hát elnézést kérünk, ez van. Azt mondja, hogy hogy érvényesülj a tehetségen felül jó kapcsolat és jókor, jó időben kell jelen lenni, vagy nagyon gagyinak, amire a félparasság kíváncsi, hogy hívtatok? Ez mi kiírta? Hogy hívtunk? Mármint, hogy szerintem felhívtunk. Mikinek vagy? hívtunk? De hogy hívtunk? Hát hogy hívtunk volna? Nem, nem, én nem is tudom, hogy még kellett volna nem, felhívnunk. Nem, mert a képek miatt, tudod, a múlt héten megígértük. Ja? Hát a fészen találj meg, hát ott, ott, nincs nekünk időnk telefonálgatni, meg pénzünk sincs ilyen Tehát fölösleges, hogy felhívunk és elmondjuk, hogy küld át a Facebookon. Hát ugyanaz, de fel, valahogy megtalálunk, Miké. Ne aggódj. És ezt mondjuk, hogy, hogy értenik, hogy vagy nagyon gagyinak, amire a fél parasság Cs. úgy érted, hogy ilyen, ilyen mémé -mém válni, akinek akin röhögnek? Nem, törvényszerű de Miki ugye mondjuk a zenéből indul ki, tehát azt mondja, hogy olyan mi kell, ami a Dári Doba, vagy a Lakodalmas, vagy ez a, vagy ez a Music TV-be, vagy mit tudom én, mi ez a zene TV-be belefér. Tehát ilyen, ilyen esti, ilyen, ilyen Lakodalmas zene, meg sláger zene, meg, meg foly zene, hulladék zene. Tehát, hogy ilyen zene. kagyi amire a kommersz a dolgokra. Csinálsz, amire tényleg sokan vevők, sokan nézik el, ergo sok pénzt hoz. Tehát, hogy az igényes zene, ha így vesszük. Tehát, ha valakinek célja az, hogy nagyon nagy zenész legyen, ezt még elérheti. Ennek ellenére nem biztos, hogy mind nagyon nagy zenész, és tényleg képzett profi zenész, az anyagi haszon érdekében ezt a tudását kamatoztatni fogja. Mire gondolok? Lehet, hogy félelmetesen jó gitáros. De ennek ellenére ilyen rezgőcsárdásokat, meg hulladék is 3 plusz 2 dalokat fog gitározni, meg lakodalomba fog haknizni, mert abból van a pénz. A célját elérte, mert nagyon nagy gitáros lett. A gond az, hogy hiába a cél, ha egyszerűen nem tudja ezt hasznosítani, ezt ágában sincs hasznosítani. Tehát mondjuk, hogy fölöslegesen elért egy célt. Esetleg azt megcsinálja, hogyha a szar haknizásával, meg a meg a mulatóiszt lemezeivel annyi pénzt keres, hogy épít magának a stúdiót, összehoz egy olyan együttest, aki az ő tudásához méltó, akkor tényleg játszhat egy olyan zenét, amivel, ha nem is lesz milliárdos ellenben, nagyon népszerű és elismerik szakmailag. Kérdés, hogy kinek mi a célja? Ez mondjuk egyébként egy érdekes felvetés volt, hogy ha valaki ő teremti meg a lehetőségét annak, hogy a célját megvalósítsa, akkor az vajon egy csalása, -e? mire gondolok. Arra, hogy valaki tényleg neki az a célja, hogy egy baromja együttesben szerepeljen, egy közepes tehetségű gitárosról beszélünk, aki nyer a lotton 5 milliárdot, és, és bevásárolja, a, és bevásárolja magát. magát a 5 milliárdot. Hallottam lirat. már erről. Ezt most nem mondod. Ez hát ez most nem komoly együttesbe vásárolta? Hát be magát. nem komoly együtt, nem úgy vásárolta be magát, hogy pénzt kínált fel a tagoknak, hanem én konkrétan egy gitárosról tudok, aki azt mondta, hogy egy egy működő, nem, nem országos hírű, de budapesti szinten ismert együttes, azt mondta, hogy ő komoly felszerelést vesz nekik, és biztosítja a próbáját. Egyszerűen csak tag szeretne lenni, mint ja, más gitáros. Nem a Gálmán volt, még nála is szarabb. És De. ezt, ezt meg, is, meg, is, történt, és végül is arra a szerepre, amire ő jelentkezett, megfelelt. Külső én, azt fazorra. értem, én azt értem, viszont valószínűleg ő is tisztában van azzal, hogy önmagától vagy barami hosszú idő múlva juthatott volna el ide, akár mondjuk 8-10 év múlva, vagy soha. És hogyha ez nem egy együttesben szereplés, hanem egy még ideillő példa, ami már egyszer előkerült, hogy mondjuk egy filmet szeretne rendezni, és rászakad a Nemzeti Bank, és van mondjuk 3 milliárd forintja erre a célja, megbíz egy tök jó rendezőt, a legjobb színészeket megfizeti, és megcsinálja a filmet. Viszont Igen. nem küzdött érte? Nem. Miért a taludtun, célját ennyi? elérte. Na most ilyenkor lehet mondani, hogy van ember, akit zavar az, hogy a célját milyen úton éri el. Szerintem a legtöbb ember zavarja. De, és van, akit, akit nem érdekel. Tehát aki úgy van vele, hogy teljesen mindegy, hogy most azt a pénzt én kaparom elő 20 év alatt, vagy egy nap alatt megnyerem a lotton, elértem a célomat, Tehát egy kicsit nehezebb volt 20 év alatt összekaparni, lett volna, így most az ölembe esett minden. Ettől még nem mondanám, hogy ez a cél értéktelenebb. Ugyanis a cél értékét nem azt szabja meg, hogy ki mennyi energiát fektet az bele. Az nem, csak utána vajon fogja -e úgy érezni, hogy egy, um, egy célértő megküzdött, vagy pedig úgy fogja, hogy szerencséje volt, hát, és hogyha igen, akkor... Uh, akkor itt devalválódik az egész. Ha magamból indulok ki, ha nekem lenne valami olyan célom, amit, amit <hül> ami, ami, ami mondjuk pénz kéne, engem abszolút nem érdekelne, hogy azt a pénzt én tíz év alatt kerestem meg, vagy, vagy holnap az ölembe hullik. Sőt, sokkal jobban örülnék, ha nem kéne érte küzdenem. Ez, mert ott hogy mi a cél? Mert hogyha mondjuk az a célod, hogy egy fasz vállalkozást hozzá létre, amelyik számítógépeket exportál, akkor valóban mondjuk itt annyiból segíthet a pénz, hogy, hogy elő. attól még az ötlet nem biztos. Tehát lehet, hogy csődbe mész a pénzzel is, csak legfeljebb nem fáj annyira. Tehát más ez, mint hogyha mondjuk egy filmet uh, készítesz így pénzzel, úgymond, tehát veszel meg, és rádobsz mondjuk 100 millió forintot a reklámra, utána tudti, hogy, hogy nyereséges lesz a film, de sose tudod meg, hogy mennyien mentek volna be mozni, hogyha nem lett volna ekkora marketing Ha a Tehát, te. hogy akkor nem érezheted magad sikeres rendezőnek, mert mert hiába rendeztél te egy filmet, amit, amit kilóra megvettél a legjobb színészeket, és a legjobb stábot, és a legjobb stúdiót, nem tudod, hogy ha nem tettél volna egy milliárdot reklámba, akkor hányan nézték volna meg? Ez így van, mi viszont... De kit érdekel? Hát, a cél az volt, fülk, hogy legyen egy hogy... filmed. Nem az volt a cél, hogy 300 okay, millió nézzenek meg. Nem lett filmed valójában, hanem vettél egyet. Az emberek azt mondják, van filmed? Azt mondják, van film. De te tudod, Tehát, hogy van. vetted. Hát, hogy én mit tudok, az egy dolog. De te, persze, de magadnak akarsz itt megfelelni elsősorban, és hogyha te úgy gondolod, hogy vetted ezt a filmet, akkor mindig ott fog motoszkálni benned, hogy ezt nem te érted el, hanem megvetted. Ez is igaz, ellenben én még nem láttam olyan embert, aki a célját elérte valami extrém könnyű módon ahhoz képest, ahogy ezt szokták elérni, és azt mondta volna, hogy na, őt így nem kell. Igen, de más dolog a szerencse, meg más a pénz, és például ide ez teljesen rossz példa lenne, hogyha azt mondtuk volna, hogy valaki pénzzel érje el azt a célját, hogyha az lenne a cél, hogy utazgasson, hiszen tök jó, ha nyer a Lotton, akkor tényleg beutazhat, mindent láthat. Fogja. És szerintem nem fogja magát kényelmetlen érezni, hogy azért mehettek, mehetem, Há, persze, mehettem el Tájföldre, és utána pedig Amerikában, mert hogy 6 milliárdot nyertem. Tök jó, hogy nyertem. Így van. Én azt hiszem, hogy ha valaki a céljait úgy éri el, hogy törvényesen persze, tehát nem törvénytel dolgokat, nem sorolok ide, hogy lényegesen könnyebben, mint ahogy azt ő tervezte, vagy, vagy itt most legyen szó arról, hogy, hogy egy nőt akar megkapni, egészen kiterjedőleg addig, hogy szeretne egy vállalatnak a tulajdonosa lenni, az elsőre kicsit nagyobb az esély, bár van ember, aki inkább a másodikra nagyobb az esélyt, ismerek olyat is. Tehát az, hogy az ember azt mondja, hogy meghívtam randizni ezt a lányt, ma délután találkozunk, ma van kedd, akkor, akkor talán vasárnap ö, sikerül valahogy megcsókolnom, vagy valami. Ehhez képest találkoznak, és fél óra van vagy a presszóban. A célját valahol elérte, az, hogy most ez nem egy öt nap alatt sikerült, hanem egy fél órán belül, hát ez nem hiszem, hogy nagyon tiltakozik. Azért mondom, hogy ez attól függ, hogy milyen célokat tűzünk ki magunk elé. Bárhogy is, srácok, lányok, figyeltek rám! Ez a mondat, amit most mondok, ebben a műsorban az utolsó mondat. Vesző, békés jó éjszakát mindenkinek. Vesző, szervusztok! Sziasztok, Isten meretek viszlát!